Dr. Molnár Gábor Miklóst, nyugalmazott kúriai tanácselnökét szeretném köszönteni a Polikon Podcast adásában, aki 1993 óta oktat az ELTE bünteti jogi tanszékén, és aki 2003-tól az ELTE AJK tiszteltbeli tanára. 17 évig szolgált legfőbb ügyészségügyészként. ügyészként, 2003. januárjától felleviteli főügyészként létrehozta, majd vezette a fővárosi felleviteli főügyészséget. 2005-2006 között igazságügyi minisztériumban a büntetőjogi jogi és kegyelmi ügyekért felelős főcsoportfőnöke volt. 2007. januárjától a lefelső bíróság bírája és a büntető kollégium tagja. Több évtizedes tudományos és széleskörű publikációs tevékenységednek kimagasló eredménye a gazdasági bűncselekmények című 2009-ben megjelent monográfiád, és a Magyar Büntetőjogi Társaság alelnöke vagy. Az első kérdés, amivel szerintem indíthatnánk is a beszélgetést, hogy milyen kérdések tartoznak a büntetőjogi alá, és ennek mi a célja? Úgy gondolom, hogy ezt meghatározzuk valamilyen módon. Vissza kell mennünk a gyökerekhez. Tehát meg kell nézzünk azt, hogy hogyan és miért alakult ki a büntetőjog. Mik voltak az előzményei, milyen társadalmi igényeket <coughs> szolgált ki, milyen társadalmi érdekek érvényesítését mozította elő az, hogy létrejöttek ezek a büntetőjogi szabályok. Hát ugye onnan kell kezdeni, hogy, hogy a társadalmi együttélés keretében, a társadalmi együttélés során számtalan sérelem halmozódhat fel. Hát egyszerűen megölték az egyik a törzs egyik tagja, a másik tagját megölte, vagy elvette az, az asszonyát például, vagy a, az értékeit elvette. És ugye hát az már akkor is világos volt, hogy ez a bűn az valamilyen bünt, büntetést, valamilyen, valamilyen rendezést kíván. Ebben az ősi korszakban az egyéni sérelmek rendezésére kerül sor, Ez az egyéni elv érvényesült, és ennek az eszköze, a büntetőjogi eszköze az úgynevezett magánbosszú volt. Ez volt az első kategória, amit már a büntetőjogi jellegű következmények közé sorolhatunk. És az mit akar pontosan? Ez hogy... a magánbosszú azt jelentette, hogy ha az egyén sérelem érte, akkor ezt a sérelmet megtorolhatta. És ez azt jelenti, hogy ugyanolyan elégtételt vehetett, ugyanolyan súlyú elégtételt vehetett, mint amilyen sérelem őt érte. Ez volt a magánbosszúnak a jogintézménye. A sérelem volt az ok, és a bosszú volt az okozat, ugye ebben a szituációban. Ezt igazából a magánbosszút felváltotta a későbbiek során az úgynevezett vérbosszú. Ennek pedig az volt a lényege, hogy a, a sértett, akit valamilyen sérelem ért, már nem csupán maga személyében vehetett elégtételt a rajta esett sérelmen, hanem a sértett családja a támadó és a támadó családtagjaival szemben is Ö, 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 elég tételt vehetett. Tehát kicsit kiszélesedett ez a, ez a magány jelleg egy szélesebb körre. Ezt neveztük vérbosszúnak. Azután eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen ez nem csak egy jog volt, hanem kötelezettség is volt. Tehát elég tételt kellett venni a sértetnek. Ha a sértetet mondjuk megölték, akkor a sértet családjának a sértet családján esett sérelmen és aztán, hogy kialakultak a közösségek, hiszen, hiszen a, a, a mindennapi élet igényelte azt, hogy az egyes, egyes ember nem tudott a természet vagy viszonyai között élni, létezni, közösségekben rendeződtek, és ez a jog, ami a sérelmeneset megtorlásnak a joga volt, ez az egyéről, a családról, a közösségekre szállt át idő, egy időszak után, és a közösség segített abban, hogy ez megtorlásra kerüljön az adott esetben valamilyen sérelem. Hát ez teljesedett ki a későbbiek folyamán, és innentől kezdve tulajdonképpen különbséget kell tenni a törzsön belüli és törzsön kívüli sérelmen, hiszen törzsön belül ugyanúgy lehetett ilyen sérelmeket okozni, mint az egyes csoportokon, törzseken kívüli sérelem esetén. Most a törzsön belüli sérelem esetén ugye, akkor megpróbálták ezeket ilyen módon is rendezni, de lehetőleg a saját érdekeik ellenszolgált az, hogy ne gyengítsék a, a saját erejéket, hiszen a, a természete való küzdelem az eléggé igénybe vette őket. Ö, és hogyha a törzsön kívüli ö, ö, személy okozott ilyen sérelmet, akkor jöttek tulajdonképpen ezek a klasszikusan, ezek a, a vonatkozó szabályok. És aztán ennek a vége az lett, hogy, a, hogy a, ezek az eredeti törzsek, közösségek valamilyen módon rájöttek arra, hogy, hogy, hogy egymással is együtt kell működniük. És aztán kialakultak az államok, tehát nagyobb közösségekben rendeződtek ezek a bizonyos közösségek, és ettől kezdve az állam vett át bizonyos funkciókat, azokat a funkciókat, amelyeket eddig a magánszemélyek, a családok, illetőleg a közösségek láttak el. És igazából ekkor jött be az úgynevezett tálió elve. A tálió elvét azt mindjárt ismerjük, az a szemet szemért fogad fogért elvben fogalmazódik meg, és ide hoztam uh, Mózes harmadik könyve, Expressis Verbis ezt tartalmazza, azt mondja ki, hogy ha egy szabad ember szemét elpusztította, pusztítsák el az ő szemét. Ha egy szabad ember csontját tört el, törjék el az ő csontját. Ha szabad ember vele egyenrangú szabad ember fogát ütötte ki, üssék ki az ő fogát. Tehát ez a táliónak az elve, amikor ez már az állami léthez kapcsolódott, és ebben a Mózes III. könyvében ez nagyon szépen megfogalmazott. Ehhez képest, tehát hogy az állam maga eszközrendszerét már hozzáadta a jogérvényesítéshez, ehhez kapcsolódott még az úgynevezett kompenzációnak az elve, és a kompenzáció gyakorlata, Nevezetesen az, hogy a támadó a sérelmet okozó anyagi javak juttatásával megvásárolhatta az ő mentességét. Tehát annak keretei között rendezte a, a, a jogsérelmet. Hát nagyjából egészében így alakult ki. És ez az a, ezek azok a területek. Azt majd meglátjuk, hogy melyek azok a területek, amelyek a büntetőjog van. De alapból azt kell mondanom, hogy a társadalmi, állami társadalmi gazdasági élet, a mindennapi életünk minden pontjára ráépül a büntetőjog. Ez nagyon nagy örömmel, vagy nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel magyarázzuk a hallgatóknak, hogy senki nem kerülheti ki a büntetőjogot. Senki nem kerülheti ki. Nagyon egyszerű példát mondanék arra, hogy mindjárt adózunk. Ha nem teszünk eleget a akkor, 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 az már büntetőjogi jó következményekkel járhat. Én, én is, minden nap autóval utazom. Mindig azt mondom a hallgatóknak az egyeteme, hogy hát, az, hogy megyek haza az óra után, és bármikor történhet valami. Egy pillanatra eltátja az ember a száját, és akkor valakit elgázol, sérülést esetleg még súlyosabb következményeket is okozhat. És azt tudnia kell őnek is, hogyha netán ilyen szerencsétlenségbe keveredik, akkor nem mehet el a helyszínt. Széről, hanem ha van olyan személy, aki segítségre szorulhat, akkor segítséget kell nyújtani, de ha nincs is olyan személy, akkor is meg kell győződni arról, hogy nincs olyan kötelezettsége, amelyet a járművel való közlekedéshez kapcsolódóan, a balesethez kapcsolódóan esetleg teljesítenie kell. És nagyon jól látjuk azt, hogy ö, itt van ez a világ szerencsétlenség, ez a koronavírus járvány, amely minden sújt, és ebben az helyzetben számtalan hatósági intézkedés rendeltek el, számtalan hatósági kötelezettséggel járó ö, rendelkezés érint mindannyiunkat. A mindennapi létünkben, kezdve a kijárási korlátozástól, a maszkviselésen át, a megfelelő igazolványjal való ö, ö, tanúsításig, ö, ö, számtalan kötelezettség van. És ezeknek a végén mindig ott van a büntetőjog. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy a büntetőjog netán egy extrém jogág lenne, az -e valami kivételes, egy különleges jogterület, akkor őt meg kell vigasztalnom, hogy ez nem így van. Nem így van, hanem ez mindennek a végén ott található mikor jutottunk el a mai büntetőjogig, és hol válnak szét, ami, ami a büntetőjog alá tartozik, és ami a többi, vagy mi minősül igazából ilyen szempontból a bűncselekménynek, ami ugye a büntetőjog alá tartozik, és mi az, ami, ami nem, nem, ide tartozik. Ugye ezt is onnan kellene kezdenünk, hogy kialakult az állami lét, és kialakult a jogi szabályozásnak a, a rendszere. Az első törvények, amiket felfedezhetünk és tanítjuk is a, a joghallgatóknak, ez a Sumér törvénykönyv, aztán az indiai manu törvénykönyv, a babiloni hamurapi törvénykönyv, ezt mindjárt ismerjük most. Ezek az első, aztán majd eljutunk a 12 a római korig is, de először még a régebbieket próbáltam mondani. Hát ezek is mind olyan immár törvénykönyvek, amelyek vegyesen tartalmaznak büntetőjogi és nem büntetőjogi, civil jogi más jellegű, főleg vallási jellegű rendelkezéseket. A római kornak az elején, ugye az egy markáns ö, norma, a 12 táblás törvény, és a római, ugye ez 450 körül volt ö, ö, időszámításunk előtt, és a római kor végén, amit mindenkinek tanítunk, a Justinianusi törvénykönyvek, az az időszámításunk szerinti 500-as évek közepén volt. Még ezek a törvénykönyvek is mind komplexek abban az értelemben, hogy büntetőjogi és más jellegű jogi szabályokat is tartalmaznak. Ezt követően jön a középkori időszak. A középkori időszakot a kánon jogi szabályozás uralja, és a kánon jogban találhatók a rendelkezések. A büntetőjogi, nem büntetőjogi és az egyházi vallási jellegű jogokat kötelezettségeket meghatározó törvények. És a középkor vége felé érünk oda, amikor már megjelenik a speciális büntetőjogi szabályozás. Ez nálunk a Konstitúció Kriminális Kar Karolina néven megismert, hát akkor még nem volt német birodalom, de mégis úgy szokták mondani, ez a német birodalmi törvénykönyv, ennek a dátuma 1532. Tehát igazából akkor jelent meg az első olyan jogszabály, amely önmagában csak büntető jogi szabályokat tartalmazott, természetesen nem csupán úgynevezett anyagi jogi jellegű rendelkezéseket, amelyek meghatározták azt, hogy mik a bűncselekmények és mik az, azoknak a büntetőjogi jogkövetkezményei, hanem eljárás jogi jellegű a büntető eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznak és ha már itt vagyunk az 1500-as évek közepén, innentől kezdve egész Európában megjelennek ezek a... Hát ugye igazából Európában gondolkodunk, még ebben a világban. Amerika felfedezése az ugye ippen, hogy megelőzte pár évtizeddel ezt az időszakot, három évtizeddel, de, de és, a, és a keleti, a kínai és az indiai szabályozás az annyira nem ismert előttünk, nem igazán foglalkoztunk vele. Tehát az európai Jogalkotásban. Innentől kezdve minden országban megjelennek ezek a büntetőgi jellegűek, Oroszországtól kezdve, Franciaország, Olasz, Itália és mondjuk Anglia, tehát az angol földrészen is megjelentek ezek. És ennek egy csúcspontja volt talán 1810-ben az úgynevezett Kódpénál, ez a francia büntetőtörvénykönyv. Az igazán nagy és már dogmatikai alapokkal rendelkező törvénykönyvek azok az 1800-as években jelentek meg. Ez egy előfutár volt. Már akkor 1843-ban megjelent a Szemereféle Magyar Büntetőtörvényjavaslat is. Azután megjelentek a német büntetőtörvénykönyvek, és hát ennek a, a, a mi szempontunkból betetőzése volt az úgynevezett csemegi BTK, az 1878. évi ötödik törvény a, a Magyar Büntető Törvénykönyvről. Tehát igazából így ebből az időszaktól kezdve, az 1500 es évek végétől kezdve figyelhető meg az önálló büntetőjogi szabályozás. És hogyan tudták szétválasztani, hogy mi kerüljön a büntető jog alá, és mi kerüljön a mondjuk a polgári jogi törvénykezésbe? Hát ez volt az a szerves fejlődés, az a hosszú fejlődés, ami világosá tette azt, hogy mi az, ami bűncselekmény. Tehát ez meg kellett fogalmazni a bűncselekmény fogalmát. Ez nagyon egyszerű a mi szempontunkból már, de azért ez nagyon nagy örömmel elmesélem. Tehát arról van szó, hogy hogy volt egy középkori jogi helyzet, aminek azóta lényege, hogy nem voltak... Azonosan, ö, ö, egyenlő jogállásúak az emberek. Tehát más volt a jogállása a nemességnek, és más volt a jogállása a, a, a azoknak, akik ezzel a jogállással nem rendelkeznek. Ugye a jobbágy felszabadítás is, ha hát tudjuk nagyon jól a magyar történelemből, hogy a, az 1848-as forradalom egyik, egyik egyik követelése volt. Nem volt azonos a jogállás. És akkor, amikor ezek a polgári for, a forradalmak elindultak, ez ugye 1640 az egy ikonikus időpont eh, Angliából kezdve. Innentől kezdve arról volt szó, hogy jogegyelőség van. Mindenkire azonos törvény vonatkozik. És innentől kezdve eh, jött az a szabályozás, hogy bűncselekmény az, amit a törvény bűncselekményként büntetni rendel. Ez a nullunk ríme színe lége. És ez mindenkinek bűncselekmény. A társadalom valamennyi tagjára nézve az ilyen cselekményeket bűncselekményként kell értékelni, és idézőjelbe, de mégis valójában azonos jogkövetkezményeket kell alkalmazni. A társadalom minden tagjával szemben. Mármint azonos elvek mentén kell alkalmazni a nagyjából azonos büntetéseket. Jó? Tehát így, így tudnám meghatározni, hogy így ez tette aztán plastikussá azt, hogy mi az a bűncselekmény. Hát egyébként a bűncselekmény tényleg csak ennyi az ismérve, hogy az, amit, amiről úgy döntök, hogy bűncselekményként büntetni rendelek. Az egy másik dolog, hogy ennek hogyan alakult ki a feltételrendszere, amit mi Magyarországon alkotmányos büntetőjognak hívunk, és annak az a rend, rend része, hogy nem érvényesül az a feltétel, hogy nem érvényesülhet állami önkény akkor, amikor az állam valamely magatartást, vagy valamely eredményt, előidézését bűncselekménye nyilvánítja, hanem ennek is meg kell felelni bizonyos alkotmányos szempontoknak. De hát ez egy hosszabb fejlődés eredménye volt, de így alakult ki aztán az, hogy mi az, ami bűncselekmény, és mi az, ami azon kívül marad. Tehát akkor elvileg az, hogy mi, a, mi tartozik, még a polgári jogi törvénykönyv, meg a büntető jogi törvénykönyvben, azt igazából a törvényhozók tudják eldönteni? Hát eltönteni. a törvényhozók tudják eldönteni. És ez mindig változik, változik ennek a határa. Tehát az, hogy csak polgári jogi jogkövetkezményei, következményei, vagy igazgatási, közigazgatási jogi jellegű jogkövetkezményei következményei vannak valamely magatartásnak, vagy büntető jogi jogkövetkezményei. következményei. Azért erre hadd mondják egy- vagy két példát, plasztikusan. 1989-90-es változások után kialakult a piacgazdaság és nagyon sok gazdálkodó lett, hiszen ezóta a Lénege, hogy a központi gazdaság irányítás helyett sok-sok versengő piaci szereplő legyen, akkor megjelent ez a sok piaci szereplő, és ha például a számviteli törvény is megszületett akkor, és, és a gazdálkodását be kellett vinni egy számviteli rendbe. És akkor, amikor ez megjelent, akkor azonnal mellé tett a törvényhozó egy számviteli szabályozást, és önmagában az, aki a bizonylati rendet megszegte, nem bizonylatot, stb. Ez már bűncselekmény volt 92-től. És ma pedig már azt mondjuk, hogy ez már nem kell, hogy ez bűncselekményen nyilvánítsuk, mert kialakult egyfajta rendje ennek, és most már csak akkor lesz bűncselekmény a számítási rendjének megsértése, hogyha valamilyen súlyos következményekkel járt, amely gyakorlatilag meghűsítja a számviteli rend működését. De egy, egy na, mai példa, tavaly decemberben, hogyha én adót csaltam, akkor 100 ezer forint fölött az már bűncselekmény volt. Ma, január 1-től felvitték ezt az értékhatárt 500 ezer forintra. Itt talán világos jó, hogy persze büntetendő az adócsalás, ugye ma már költségvetési csalásként, de hát nem mindegy az, hogy egy adott konkrét cselekmény büntetendő vagy sem. Ma már az, ami tegnap előtt 200 ezer forintos adócsalás bűncselekmény volt, az ma már nem bűncselekmény. Tehát így kell látni a jogak. És itt például azt számít, hogy ezt a, nem tudom, tettet, ezt még egy, egy két piaci, mondjuk nem tudom, cég egymással szembe követi el, vagy egy egy, egy piaci, még egy cég az, az még az állammal szembe követi el. Mert a, a kettő cég, ami egymással az inkább polgári jog, és az állammal szemben az inkább büntető jog, nem? Ezt így nagyon nehéz megfogalmazni. Megmondom, hogy. Tehát vannak olyan szabályok, amelyeknek az érvényesülését önmagában biztosítani kell. És vannak olyan szabályok, amelyek relációban érvényesülhetnek. Például ennek nagyon jót, plasztikusan érzékelhető terület a fogyasztóvédelem. A fogyasztóvédelem az rendkívüli módon átalakult az elmúlt években, és amióta az új polgári törvénykönyv van, azóta már rögzült egy új fogyasztófogalom. És kialakult az, hogy fogyasztó csak a, a fogyasztóról csak akkor beszélhetünk, hogyha a másik oldalon egy profi van, aki a hivatása a gyakorlása körében ö, ö, értékesít szolgáltat, és én, mint fogyasztó, pedig nem vagyok olyan profi, tehát hogyha két gazdálkodó között van egy rossz minőségű termék átadása, akkor ott nem lép be a fogyasztófédelem, hanem csak akkor, hogyha az egyik gazdálkodó, a másik pedig kvázi civil, aki a laikus elem ebben a rendszerben, jó? tehát vannak ilyen szituációk, amikor relációs kategória de az esetek többségében nem ez működik, hanem vannak olyan, ö, olyan, alapvető szabályok, amelyek a legáltalánosabb szabály kikényszerítését szolgálják. És a legáltalánosabb szabályhoz egy kicsit el kell jutni, ugye nekünk a mankó, az első, mindig az alaptörvény. Az határozza. Az alaptörvény onnan indul ki, hogy a Magyarország gazdasága egy piacgazdaság. A piagazdaság, attól piacgazdaság, hogy verseny van benne. És a törvény kimondja, az alaptörvény, hogy a Magyarország biztosítja a gazdasági versenytisztaságát és szabadságát. És ez az, a, ez az az általános védendő érdek vagy érték. Mi a büntetőjogban azt mondjuk, hogy ez az általános jogi tárgy, amelynek a védelmére az összes, például a gazdasági bűncselekmény tényállása szolgál. Jó? És ez egy olyan abszolút kategória, amely, amelyhez igazodnia kell a tényállásoknak. Tehát nincs reláció az egyes gazdálkodók között, hanem minden gazdálkodónak, vagy mindenkinek, aki ezen a területen mozog, meg kell felelnie. Jó? De aztán könnyebben látható, hogy a, ugye ez az általánosogi a különös szintjén például az államháztartás bevételéhez fűződő társadalmi érdek van. Azt, hogy működjön az állam, finanszírozni kell. Például adózni kell, stb. Jó? Hát ez is egy olyan abszolút szituáció, hogy mindenki, akár magánszemély, akár gazdálkodó, akár tulajdonos, akár bárki, ugye adót mindenre ki lehet vetni, nagyon jól tudjuk, hogy az azzal áll szemben, aki, akit megillet ez az adóbevétel. Legyen az önkormányzat, lehet az unió költségvetése, a esetében legyen az a, a, Magyarországnak, ugye a központi költségvetése, vagy elkülönített állami pénz alap. Jó, tehát ezek által, tehát ritkában relációs kategóriáról van szó, általában abszolút aláfölé rendeltségi viszonyokról van szó akkor általánosan nem lehet megfogalmazni, hogy ugye mi az, ami büntetőjog, vagy polgári jog, vagy mi az, amire az ember börtönbe megy, vagy mi az, amire pénzbírságot fizet csak, hanem ez törvényenként változik. Hát én inkább úgy mondanám, hogy mindig adott korhoz, adott társadalomhoz igazodik ez, hogy mit rendelünk bűncselekményként, mit kezelünk bűncselekményként, és mi az, ami ezen a körön kívül, ezen a körön kívül reked. Egy bűnnél igazából már a tettet, vagy, vagy már a szándékot is lehet büntetni? Hát nagyon fontos, hogy a tett magában nem releváns a büntetőjog számára. De a, előfordulhat az, hogy ez a tett olyan tett, amely egyébként megint büntetői kategóriát kell mondanom, de bele van írva a BTK-ba. Tehát tényállásszerű az a magatartás, jó? Tényállásszerű az a magatartás. Mondok egy példát, jó? A példa az, hogy megyek, ugye azt az előbb a vezetést említettem, és megyek haza a kocsimmal, és az ebrán elütök egy embert, és meghal. Ez a tett. Ez a büntetőjog számára még csak egy kiinduló pont, de majdnem azt mondanám, hogy ez egy, ez a helyes kifejezés, ki is mondom, ez egy semleges, mindentőleg semleges kategória, abból a szempontból, hogy ez további feltételek kellenek ahhoz, hogy ez a cselekmény, ez bűncselekményé nyilvánulhasson. És két nagyon fontos eleme van ennek, hogy ami tényállásszerű. Tehát mentem a kocsival, elgázoltam az ebrán, meghalt. Ez a tényállás. Az egyik az, hogy társadalomra veszélyes legyen ez a cselekmény, a másik az, hogy bűnös legyen. És akkor ugye ebben az esetben az történt, hogy én láttam, hogy én mentem szabályosan, 50 helyet, 40-nel mentem, jó, már már lassítottam az ebről előtt, készültem arra, hogy váratlan szituációban is meg tudjak állni a, 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 a gyalogos átkelő hely előtt. Megnyomtam a fékemet, és hát lukra futottam, mert nem fékezett a kocsi. Tehát olyan elhárítatatlan műszaki hiba következett be, ami rajtam kívül álló. Tehát, hogyha nincs hozzá ugye ebben az esetben vagy a szándékosság, vagy a gondatlanság, jó? Tehát a bűnösség valamilyen formája, akkor ez a cselekmény önmagában a büntetőjök számára nem releváns. Mindent, mindent, ez a legfontosabb elem a büntetőjöknek a bűnösség. Ez a nullum crimen sine culpa elv, a ennek a követelménye, bűnösség nélkül nincsen bűncselekmény. Jó? Tehát a tett az kiinduló pont, és a szándék, a bűnösség, az pedig a bűncselekményi minősítő körülmény. A büntető jogban van ugye több alapelv is az egyik, amit említettél, és van olyan is, hogy az ártatlanság védelme, és szerintem néhányan így, így mert a legtöbb ember szerintem nem tudja, hogy ezek, ezek pontosan mit akarnak, és szerintem az érdekes lehet számukra, hogy ez például mit akar. Az alapelvek azok kimagasló, kiemelkedő jelentőségűek. A, mint a büntető jogalkotás, mint pedig a büntető jogalkalmazás számára, ezek az alapelvek fogalmazzák meg a legalapvetőbb követelményeket, amelyeknek meg kell felelni mindkét területen. Most azt kell mondanom, hogy mi azért külön szoktuk választani ezeket az alapelveket az egyes jogágak szerint, és hát vannak olyanok, amelyek elsősorban anyagi-jogi jellegű alapelvek, és vannak eljárás jogi jellegű alapelvek. És ez az ártatlanság vélelme, nem védelme, vélelme, az ártatlanság vélelme, ez egy büntető eljárási jellegű alapelv, amit szeretnék majd mindjárt meg is világítani, de úgy gondolom, hogy tartsunk egy, egyfajta rendszer, sorrendet, és először azért a legfontosabb anyagi jogi jellegű alapelveket tekinteném át. A büntető törvénykönyv, amelyet ugye annélkül én soha egy lépést nem teszek, és mindig ebből a tiszta forrásból kell idézni, annak van egy első szakasza, amely kimondja a törvényesség elvét. Igen. És ez két bekezdésből épp áll fenn ez az első szakasz. Az első szakasz azt mondja ki, hogy az elkövető büntetőjogi felelősségét csak olyan cselekmény miatt lehet megállapítani, amelyet, nem mondom sorba az egészet, amelyet törvény az elkövetés idején büntetni rendel. Ez az úgynevezett nullum krímen színe lége elve. Másként fogalmaz, hogy törvény, bűncselekmény nincs törvény nélkül, törvény nélkül nincs bűncselekmény. És ennek a leképeződése még a konkrét büntetésre a másik bekezdésben, ami azt mondja ki, hogy a bűncselekmény elkövetése miatt nem lehet olyan büntetést kiszabni, vagy intézkedést alkalmazni, amelyről törvény az elkövetés idején nem rendelkezett. Ezt sem teljes körűen olvastam fel, ugye hát ezek mögött még, még egyéb, egyéb kiegészítések is vannak, csak hogy ezek a kiegészítéseknek az indokolása, az, az már olyan bonyolult és komplex terület, amelyet nem lehet egy-két perc alatt elmondani, azok külön értékelést igényelnek. Tehát ez a két legfontosabb anyagi jogi elv a büntetőjognak, az egyik a nullunk krimenszín színelége, a másik pedig a nulla pőna színe lége elve. Hadd tegyem hozzá, hogy, hogy, ezt egy kicsit még tovább erősítette ez a mi most hatályos büntetőtörvénykönyvünk, törvénykönyvünk, amely a 2012. évi századik törvény, akkor, amikor meghatározta a bűncselekmény fogalmát. Ez található a büntető törvénykönyv negyedik szakasz első bekezdésében ugye ebben benne van a hár, amikor elfelolvasom azért, mert talán hasznos, hogy bűncselekmény az a szándékosan, vagy ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti, gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre itt jön a fontos, a mi szempontunkból, e! törvény büntetés kiszabását rendeli. Ezért olvastam el. És ennek, a, ennek a szabályozásnak a mi szempontunkból az a lényege, hogy nem csak az, bűncse, nem csak az lehet bűncselekmény, amit a törvény bűncselekményként büntetni rendelhet, hanem ezen belüli szükítés van, amit ez a törvény rendel bűncselekményként. Tehát bocsánat a kicsit közönségesebb, egyszerű megfogalmazásért, amit a törvényhozó ebbe a törvénybe pakol bele. Mert ugye módosítják, folyamatosan módosul, ez természetes, változnak a körülmények, de be kell eltenni ebbe a törvénybe azt, amit a törvényhozó bűncselekményként büntetni kíván. Tehát így kell érteni ezt a nullunk krimen színelége és a nullunk nulla a színelége elvét. Ez a két anyagi jogi jellegű. A harmadik anyagi jogi jellegű alapelv nélkülözhetetlen előbb már hangsúlyoztam az, hogy bűnösség nélkül bűncselekmény. A nullunk krimen színelége Színe ópa, és még kettőt említenék ezek közül, az anyagi jogi elvek közül. Az egyik az analógia tilalma. Az analógia tilalma pedig azt jelenti, hogy ha igaz az, hogy törvény nélkül nincs bűncselekmény, akkor ami nem esik a törvényi szabályozás alá, csak hasonló jellegű tényállást, az analógiával nem lehet bevinni a törvény alá. Nagyon fontos, és így nem lehet megkerülni, nem lehet kiterjeszteni a büntető törvénykönyvnek a hatáját. A másik nagyon fontos anyagi jogi jellegű szabály, az a szubszidiaritás elve, és az azt jelenti ki, hogy a büntetőjogra csak akkor kerüljön sor a büntetőjogi eszközök igénybevételére, amikor már más jogi eszközök nem elégségesek. Tehát egyfajta végső eszközként kerüljön sor, és ezt úgy is hívjuk, hogy ez a büntetőjnek az ultima eh, ráció szerepe. Eh, eh, szerepe. Na most, hát el kell mondanom, hogy ez a Ultima ráció szerep, ez egy klasszikus felfogás, én nagyon helyesnek tartom, de azért az idő egy kicsit túllépezem. Mi ezt, mi ezt már 30 éve meg tudtuk állapítani, megint visszamegyek az 1990-es évekhez, 90-es évek kezdetéhez. Volt egy korábbi jogrendszer, és volt egy új gazdaságrépülő új jogrendszer. Na most vissza kellett hozni az piacgazdaság jogintézményét. Vissza kellett hozni, élővé kellett tenni a társasági jogot, ugye? Az első társasági törvény a 1988-as hatodik törvény volt, tehát ez már 88-ban megszületett. Amikor bejött az új társasági törvény, akkor azonnal be kellett hozni azokat a büntetőgi tényállásokat, amelyek védték a társasági törvénynek a szabályait. Azután bejött a 90-ben, meg 90 után, hát jött az értéktőzsde, jött a, 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 a csőd például a csőd jogintézményét bevezették, visszahozták a régi világba, előtte csak ugye a felszámolás, külön felszámolási TVR volt a 86-os szabályozás. Amikor a, behoztuk a csődtörvényt, abban volt már benne a büntetőgi szabályozás. Aztán jött az értéktősde, aztán jött a, a ehhez kapcsolódóan például a, a benfentes kereskedelem, aztán a piac szereplőihez kapcsolódóan a, a piac védelmi tényállások. Tehát ahogyan hoztuk be a jogintézményeket, automatikusan azzal együtt Egységesen szabályoztuk a büntetőjogi jogkövetkezményeket is. Tehát én azt gondolom, hogy egy egységes állami eszközrendszernek a szerves része a büntetőjogi eszközrendszer, és ezzel az állam az intézmény bevezetésekor számol. Tehát nem lehet egy ilyen extrém jogáként felvenni, hogy amikor már más jogi eszközök nem elégségesek, akkor még ott a végén ott a büntetőjog, hanem egy egységesen kezelt eszközrendszernek a része. Hát Ugye napjainknak a, 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 legnagyobb témája a pedofilia kezelése. Látni kell az, hogy van egy jelenség, jó? És, és, nem azt kell ebben látni, hogy, hogy, hogy súlyosítunk, súlyosítunk, hanem azt, hogy az állam automatikusan az eszközrendszernek, a szervesülésnek tekinti a jogi eszközöket is. Tehát én úgy gondolom, hogy így kell ezt közelíteni. Hozzátenném azt, hogy van nekem egy, egy, egy nagyon kedves gondolatsorom ezzel az ultima ráció és a büntetőjögnek a feladatával, a rendeltetésével kapcsolatban, és ez Szabó Andrástól származik. Szabó András alkotmánybíró volt az első alkotmánybíróságban, és hát tulajdonképpen ő volt az egyetlen, aki, akit büntetőjogásznak tekinthetünk. Ő sem büntetőjogász volt egyébként, hanem kriminológus, de hát végül is ő volt a büntetőjogi szakember, és egy hát kiváló gondolkodó volt, elnézés, mind a kilencen kiváló gondolkodók voltak. Az ellentétes véleményt kifejtőz Ninszki János úr, aki, aki neki én nagyon sok mindent köszönhetek, és akivel együtt mentem az eltéről a pázmányra, és végig együtt tanítottam vele, amíg ő aktív volt. Jó, tehát mindenki, de a Szabó András volt az, aki az Alkotmánybíróságnak a halálbüntetés eltörléséről szóló 23 per 1990-es határozatához fűzött párhuzamos véleményében feltette ki a következőket, és ezt azért hitelesen próbálnám visszaadni. A, ugye itt mindig arról van a vita, hogy mi a büntetőnek a rendeltetése. Mire szolgál ez az egész büntetőgi szabályrendszer? És ugye kétféle alapvető iskola van. Az egyik a klasszikus iskola, amelyik azt mondja ki, hogy a bűn büntetés érdemel egy reagálás, tehát az, els, az igazi feladata az, hogy reagáljon egy elkövetettetre, a másik iskola, pedig a relatív iskolák, azok pedig valamilyen célt akarnak, hogy a, a valamilyen célt kívánnak elérni a büntetőgi eszközök igénybevételével. Például az elkövetőnek a megjavítását, a társadalom védelmét, a jövőben, az ilyen cselekményet, stb. stb. stb jó. Tehát ez a két szemlélet ütközik egymással, és ezzel kapcsolatban fejtette ki Szabó András, aki a klasszikus iskola híve, az a bűnbüntetés érdemel híve. <coughs> és aztán természetesen én ezt nem azért ismertetem most, mert valamelyik mellett állást szeretnék foglalni. Én úgy gondolom, hogy mindegyiknek megvan a helye. Hát nem véletlenül alakultak ki ezek, a, ezek a, nem az elméletek, hogy kellően mindegyiknek az, a, a, helyét meg kell találni a büntetőjogban, és a hatályos büntetőtörvénykönyv meg is találja. Tehát azt mondja ki, hogy a büntetőjogi büntetés nem szükséges célkövetéshez, vagy célra való alkalmassághoz kötni, hiszen attól, hogy nem hatásos, vagy nem teljesít be célokat, Alkalmazása még szükséges, igazságos és indokolt lehet. A bűn büntetést érdemel célkövetés, hatékonyság és hatásosság nélkül is teljesedésbe mehet. És itt jön a klasszikus mondat. A büntetőjog társadalmi rendeltetése az, hogy a jogrendszer egészének szankciós zárköve legyen. Nincs önálló működési terepe, mint egyéb jogágaknak. Ezért más a büntetőgi szankció, mint az egyéb jogágak reparáló, helyreállító vagy egyéb köteles és statuáló szankciói. A büntetőgi szankció ezért büntetés, ezért hátrányokozás. Szerepe és rendeltetése a jogi és erkölcsi normák épségének fenntartása ott és akkor, amikor már más jogági szankciók nem segítenek hát én nekem ez nagyon megtetszett ez a megfogalmazás, én ezt mindig az oktatás során is mindig felszoktam hívni a hallgatóknak a figyelmét, és ez egy klasszikus megfogalmazása a klasszikus iskola büntetés tanának. És ezek lettek volna, tehát az anyagi jogi jellegű. És a magyar Ének... jogrend az inkább klasszikus, vagy inkább relatív? Nem, ötvözi, is is. Edve, ötvözi szervesen ötvözi. És úgy gondoljuk, hogy nem is, nem is, lehet ezt így külön választani, jó? Tehát az egy, az egy, az egy alapvető követelmény, hogy a bűn érdemel, és a büntetés célja önmagában van, önmagában van, és nem lehet a hatásossághoz mérni. Tehát nem lehet ahhoz, hogy, mert hát két embert börtönbe zárok egy-egy évre, az egyik utána visszaeső lesz, a másik meg nem lesz visszaeső. Pedig azonos cselekmény miatt, jó? Tehát ezt, ezt, így nem lehet, nem lehet. Mindig azt kérték, ugye ez volt az egyik év a halálbüntetés eltöltésénél, hogy annak a hatásosságát ugye nem lehet mérni a társadalom többi tagjára, hogy mennyire visszatartó vagy sem. Hát azt visszatartja, akit kivégeztek egyértelműen, de hogy ennek a hatását, és általában semmilyen büntetésnek a hatását exakt módon nem lehet mérni. És nem is, nem is szükségszerű ezeket vizsgálni, vagy a törvényhozók ezeket nem is szokták vizsgálni? Hát miután a mérhetetlen nem lehet mérni, ezért tehát vizsgálni kell, vizsgál, mindig vizsgálnak. Tehát azt mindig vizsgálják, hogy hogy mennyi a visszeső, és mindent megpróbálnak megtenni azokkal akik a hatóságoknak, például aki börtönben van, tehát a intézetben vagy javítóintézetben van, tehát akik a, a hatóságoknak a felügyelete vannak, hogy őket valamilyen olyan behatásokkal, az ők fejlődését olyan behatásokkal mozítsák elő, amely megadhatja a reményt. Jó, de ez, ugye ez egy komplex dolog ez is. Tehát egyrészt a hatóságok próbálnak valamilyen módon oktatást, nevelést, stb. nyújtani, másrészt pedig olyan módon érdekelté tenni, például a feltétele szabadság, a reintegrációs őrizet, stb. kedvezményeknek a biztosításával, jó, vagy önmagában a benti életnek a kedvező ételével, amelyek a saját döntésen alapulóan is kedvezően befolyásolhatják a személyiségfejlődést. És az például lehet, vagy érdemes nézni, hogy egy bizonyos országban ugye más a jogrend, mint egy másik országban, és mi mik az eredményei? Vagy ez is egy olyan dolog, ami ilyen szempontból nem vizsgált, vagy nem mérhető? Hát nagyon nehezen mérhető. Meg kell mondanom őszintén, hogy mi ezt vizsgáltuk, mondok egy példát. Azt feltételezve, hogy olyan extrém különbség nincs a bűnözésnek a volumenes struktúrája jellemzői között. Addig, amíg mondjuk 100 ezer lakosból, nem tudom, nem pontos számot mondok, jó? Csak nagyságrendélyek. 100 ezer lakosból Magyarországon 112 ember csuknak börtönbe, addig Oroszországban 100 ezer lakosból 500-at, és az Amerikai Egyesült Államban 100 ezer lakosból 700 fölött. És, és, ugye hát ők ugyanúgy felvilágosultak, ugyanúgy ismerik ezeket a, a elméleteket, ugyanúgy. És mégis más, más, más a megítélése. Jó, tehát nagyon nehéz ezt így összehasonlítani. Nem is szabad, nem is lehet. Hát tulajdonképpen meg kell mondanom őszintén, hogy az Európai Unióban éppen az egyik legnagyobb probléma, hogy ezért nem lehet egységes büntetőjogi szabályozást létrehozni egy csomó dologra, mert hogy az egyes államoknak a hagyományai annyira eltérőek ezen a téren, hogy nem lehet, nem lehet ezt közös nevezőre hozni. Van egy csomó kísérlet, de elsősorban az Európai Unió érdekkörében az a és azon belül is hát az Európai Unió pénzügyi érdekének a védelme terén vannak büntető jog egységesebb, egységesülő, inkább így mondanám. Rendelkezések jó. Más területen ezt nem sikerült, éppen ezért megoldani. De esetleg még visszatérnék persze, ezekre az eljárások alapelvekre is. Uh, ugye az első ez az áltatlanság vélelme. Nagyon fontos, uh, mit jelent ez az általanság vélelme? Hozzáteszem, hogy a BE, a büntető eljárásról szóló törvényünknek az első szakasza fogalmazza ezt meg, de ennek is az alapja az alaptörvény. Gyakorlatilag szó szerint veszi át az alaptörvény szövegét. Az alaptörvény 28. cikk második bekedése azt tartalmazza, hogy senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg. A törvény pedig, a BA azt mondja, ugyanígy, majdnem szó szerint, senki sem tekinthető, senki nem, itt senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg bűnösségét a bíróság jogerős ügydöntő határozat, itt már szakszerű megfogalmazás van, meg nem állapítja. Mit jelent ez ez az ez a zátatlanság vélelme? Ez azt jelenti, mi ezt úgy szoktuk lefordítani, úgy tanítjuk, hogy ez a terhelt, ugye az eljárás, büntető eljárás alá van személy a terhet, aki a nyomozás során gyanúsított, vádemelés után vádlott, ha pedig jogerősítélet van, akkor elítélt. Tehát ez a terhet bűnösként való kezelésének a tilalma. Tehát nem lehet őt bűnösként kezelni. De hát azért gondoljunk bele abba, hogy, hogy, ennek a tartalmát meg kell határozni. Mert ha csak annyit mondok, hogy én, mint ügyész, leírom, hogy Molnár Gábor a kocsiával ment, megszegte ezt a szabályt, és elütötte. Jó? És ezért bűncselekmény követett el. És ezért kérem, hogy a bíróság állapítsa meg a felelőt, mondja ki a bűnösségét a bűncselekményben, és szabjon ki vele szemben büntetést. Hát ártatlanként kezelem. Hát szó sincs erről jó. Hát pont azt akarom, hogy mondják ki a bűnösségét. Itt arról van szó, hogy a büntető eljárásban csak olyan rendelkezéseket, intézkedéseket lehet alkalmazni, amelyek az eljárás folyamatában szükségesek, amelyek elkerülhetetlenek a büntetőjogi felelősségre vonáshoz. Nem lehet előrehozott büntetés. Nem lehet előrehozott büntetés a letartóztatás például, ugye, ami, ami hát ugye bent kellene a börtönben. Hát az hát majdnem olyan pont olyan, mint a szabadságra, és inkább azt is mondhatnám, csak más rezsimben. Jó? Vagy hogyha például bevonják az én jogosítványomat. Hát az is pont ugyanolyan, mintha már bevon, mint hogyha már ö, 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 eltiltottak volna a járművezetéstől, hiszen ugyanúgy nem vezethetek. Jó? Tehát úgy kell ezt értelmezni, az áltatlanság vélelmét, hogy ez tulajdonképpen a terhet bűnösként való kezelésének a tilalma. Ez, az egy, ez a legfontosabb eljárások alapelv. Van még egy másik eljárások alapelv, ami rendkívül fontos, ez az eljárási feladatok megoszlásának az elve. Korábban ez volt a, a korábbi BN-nek a 98. évi 19. törvénynek az első szakaszában. Most az véleme van. És azt mondja ki az eljárási feladatok elve, hogy a büntető eljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés elkülönül egymástól. Ez ez egy valami egészen rendkívül fontos követelmény. Ez az új béje nevezük úgy BR-nek, ugye, ami 2018. július 1-én lépett hatályba, ez nagy lépést tett előre ebben a, ezen a területen, még ennek is vannak fogyatékosságai. Mi ezt úgy fogalmazni, és az én büntetőeljárások professzorom, hát Baumgartner Izidornak hívják azt, akire hivatkozott mindig, hogy ahol a bíráda vádlód, ott az Isten legyen a védőd. Jó? És igazából egy, egy korábbi bírói generáció, és én ezt nagyon sokszor hallottam, és és sok... tehát nem lehet meggyőzni egyes embereket, próbál az ember vitatkozni, de nem nagyon sikerül, hogy egy generáció azt mondta, hogy az igazságra eszküdtem, bírói generáció. És hogyha az ügyész nem tette vátárgyává, meg nem úgy tette, nem baj, majd én bíró helyre teszem. Hát ez nem jó, mert ilyenkor vádói funkciót lát. Tehát azért mondom, ez az új BE, mondom, nagyon nagy erőrelépést tett, és ennek az a lényege, hogy a vád bizonyítását ott szinte megfosztja a bíróságot, csak abban a körben lehet, amennyiben azt a vádló is maga is kezdeményezi, és hogy ezt a bírói önként, önkéntességet ezt próbálja visszaszorítani már az az új BE. És azért mondtam, hogy nagyon nagy erőrelépést tett. Persze két komponense van az ítélkezésnek, a jogszabály és az emberek, akik maguk ítélkeznek. És, hát a, és, a, és benne van az elemi igények benne van minden bíróba, hogy könyörgöm, hát ha látom, hogy rossz, és tudom, hogy mi az igazság, és ott van az szorom előtt, akkor próbáljak megtenni mindent azért, hogy ez az igazság kerüljön bele az ítéletbe. Tehát ez egy elemi igény. És azért a béjenek és a koncepció is arról szó, hogy az igazságot kell felderíteni. Ez az első számú érdek a büntető Jó? Tehát itt ütköznek ezek az érdekek az eljárási feladatok megosztása kapcsán. És talán még egy eljárás, van több eljárás a de még talán még egyet emelnék ki. Ezt mi úgy szoktuk hívni, hogy in dubio pro reo. Ugye hát ez egy latin szó, ha szavakat összerakjuk, hogy in dubio, van in dubio kétségben, tehát kétség esetén, pro, reo, tehát a valóságért kell megküzdeni, ezt mi úgy fordítjuk, és a törvényben így van beleírva a BE-be, hogy a kétséget kizáróan nem bizonyított tényt a terhet terhére értékelni nem lehet. Tehát minden olyan esetben, amikor bizonytalanság marad fenn, akkor azt mindig a terhet javára kellene értékelni. Jó? Hát elnézést, ez egy nagyon nagy terület ezek az alapelvek. Ezek működtetik, mondom, a jogalkotást és a jogalkalmazást is, és ezért gondoltam hangsúlyozni ezt. Nagyon, nagyon fontosak szerintem is. Köszönöm. A, ami még felmerül bennünk, hogy ugye nagyon sokan hollywoodi filmeket nézünk, és a hollywoodi filmekben ugye vannak jogi sorozatok is például, és Szerinted ez mennyire lehet mondjuk ide az a félrevezető, hogy ott egy kicsit mondjuk esetleg mások-e az alapelvek, és hogy az, a, 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 valaki ott lát valamit, az, az, az gondolkozzon el, hogy például ide az más máshogy működik. Az eljárások oldaláról nem igen lehet megközelíteni, mert, mert mások a vizsgálati módszerek, mások a vád alá helyezések, másként működik az ítélkezés, például az esküdszéki ítélkezés. Ezeket, ezeket, ezeket nem is érdemes talán amit érdemes összehasonlítani az, hogy, mert azért ezek szoktak igazán hangsúlyosak lenni ezekben a filmekben, hogy mik a mozgatórúgok, az emberi mozgatórúgok, amelyek vagy bizonyos cselekmény el, elkövetésére indítják őket, illetőleg, hogy még azokat a praktikák, amelyekkel a felelősségre vonás alól ki lehet bújni esetleg, jó? Ezekből a szempontból azonban én nem látok olyan nagy különbséget. A hollywoodi filmekben feldolgozott szituációk, és például, például egy csalás elkövetése során, vagy egy tőzsdei manővereknek a befolyásolása során nem látok olyan érdemi különbséget az európai, vagy a hazai és a és a kontinensen kívüli angol száz területeket. Hát területe. akkor elvileg nálunk is van olyan, hogyha mondjuk a, a, rendőrség úgy jut hozzá egy bizonyítékhoz, hogy nem jogszerűen, akkor az például elveti a magyar bíróság? El, el, az nagyon fontos, ez bele van írva a törvénykötelezettség. Tehát ugye van ez a Miranda elve, ezt látjuk mindig a, a, az amerikai filmekben, ugye, hogy ne szólaljon meg, ha megszólal, ugye, ügyvéd el, előtt nyilatkozhat, és minden, amit mondasz, az, az de erről bizonyítéként lehet rá felhasználni. Ez érvényesül a magyar jogban is, már áttevődtek ezek. Igen. Nagyon fontos, hogy a törvénysértő bizonyítás eredménye bizonyítékként a büntető eljárásban nem használható fel. Hát mondhatom azt, hogy ezek tulajdonképpen áttevődtek, már hogy lehet mondani. De hát ezek elemi igények voltak mindig úgy, hogy nem áttevődtek, hanem ezek kezdetén fogva meglévő szabályok. És szerinted ide az a vannak-e olyan tevékenységek, amik emberek végeznek, és nem, nem, gondolnak bele abba, hogy azért mondjuk börtönbüntetés járhat. Tehát nem egy triviális, hogy az a büntető alá tartozik. Ugye hát abból kell kiindulni, hogy önmagában a büntetőjog nem tudása senkit nem mentesít. Mindig azt mondjuk, hogy az életbeni jelenségekkel kell tisztában lenni. Hogy. Tehát három dolog közvetíti azt, amitől egy cselekmény veszélyes a társadalomra, és akár Bűncselekmény is lehet. Hát az egyik, ha valaki olvas a BTK-t, tudja a BTK-t. Hát ugye ez a legritkább eset, hát nyilván van, nem erő van szó. A második az, hogyha az valamilyen sérelemmel jár, valamilyen hátrányjal jár. Jó, valamilyen, tehát lehet biológiai jellegű sérelmek, anyagi jellegű sérelmek, társadalmi jellegű sérelmek, meg, meg jár. És a harmadik, ami igazán még közvetítheti a számunkra, ez maga az erkölcs. Az erkölcs. Tehát, hogyha egy erkölcsi rendszerben, egy társadalomban ugye élő valaki számára az egész társadalmi lét közvetíti az erkölcsi szabályrendszert. És ez, hogyha ez ellentétes azzal a kialakult erkölcsel, akkor az már közvetítheti azt, hogy az a cselekmény az a következményeket, akár büntetői következményeket is vonhat maga után. Na most, hát a, a konkrét esetekben két szituáció van, de igazából a, arról van szó, hogy amikor bevezetnek új új jogszabályi rendelkezéseket, jogintézményeket mondanék inkább. Hát az egyik ugye, amikor bejött a számítógép, bejött a számítógép, mint új technika, technikai felüldés új eredménye, akkor. akkor Hát az fel sem merült, hogy a programok másolása az bűncselekmény lehet, meg hogyha a különböző adatbázisokat cserélünk egymásnak, ugye. Aztán, aztán szépen ezt tudatosítani kellett. Utána az sem merült fel, hogyha mi, hogy én a, a zenét, ha bekapcsolom a, a tévét, meg a rádiót a szórakozó helyen, akkor az is szerzőjogdíja leeshet például, jó? De hát aztán tudatosítani kell, hogy bizony, bizony ezek után is. Most ugye napjainknak a, az egyik nagy témája, az orvosi hálópénznek a megítélése. Hát nagyon jól tudjuk, magyar, hogy Magyarországon hogyan működött ez, hogy, hogy automatizmus volt. Automatizmus volt, és akkor volt automatizmus, amikor Ö, ö, nem volt világos, hogy mi az a, a hálapénz, ugye? Mert elméletileg tudtuk azt, hogy az a hálapénz, amit esetleg utólag és köszönetképpen mondanak. Na de hát az ember egy korban elér oda, hogy soha nincs utólag, mert ami utólag, az a következő előtti van, ugye? Mert egy rendszeres egészségügyi beavatkozásra van szükség, egy bizonyos életkor fő, stb. jó? Tehát ilyen szituációk vannak, és bizony ilyenkor, hát, a legjobb szándékú emberekben sem merül fel az, hogy az bűncselekmény lehetett volna adott esetben, pedig már a korábbi szabályzás szerint is beleférhetett volna ebbe. Jó? Tehát ilyen, ilyen extrém helyzet. Most itt van ez, a, ez, az új tényállás, amit a járványügyi védekezéssel kapcsolatban vezetnek be, hát akár csak a járványügyi intézkedéseknek a puszta megszegése, vagy az esetleg a védekezésnek az akadályozása, ugye két tényállás is érinti ezeket a magatartásokat. Hát, Hát bizony, először van egy nagy fejvilágosító kampány az állami szervek részéről, hogy bizony mától ez tilos, mert hogyha azt mondják, hogy este nyolckor bent kell lenni, akkor este nem mehetsz ki ugye, vagy stb. 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 Jó, meg maszkot kell viselni, meg nem tudom, milyen követ. Jó, tehát ilyen, amikor ilyen új szituációk vannak, akkor bizony legalábbis átmenetileg felmerülhet az, hogy nem tudatosul az emberekben, hogy az bűncselekmény, nem bűncselekmény, és hát ezt felvilágosító munkával lehet erősíteni ezt. És például, ha ilyen korlátozásnál valaki mondjuk este kilenckor, ugye, amikor már a törvény tiltja, de mondjuk a gyereke beteg elmegy egy gyógyszertárba, az például büntető a törvényt, vagy vannak olyan szakaszok, amik ez alól felmenthetik, hogy ő nem úgy szekte meg, hogy önmagáért, hanem valami, valami nyomosavok miatt. Vegyük ezt a konkrét példát. Jó, akkor, hogy kiárási tilalom van 8, óra, 8 órától, és a gyermeknek valamilyen gyógyszerre van, van szüksége. És ez a gyógyszer, ez nagyon fontosnak tűnik. Ugye, nagyon fontosnak tűnik. Ö, hát vannak olyan jogintézmények a büntető törvénykönyvben, amelyek bizonyos cselekményeknek, ugye már előbb beszéltem arról, hogy tényállásszerű a cselekmény, amikor azt mondtam, hogy az ebrán elgázolom, tehát büntető ütközik, tehát amikor valamely tényállásszerű a büntető törvénykönyvben ütköző cselekmény, mégsem lesz büntetendő, Valamelyoknál fogva. Ugye egy dolog, hogy a bűncselekmény fogalmi eleme ott hiányzott a bűnösség, itt azonban meg kell néznünk azt, hogy van -e, milyen konkrét okot le tudunk felhozni. És erre a szituációra e, alakult ki már több évszázaddal ezelőtt a végszükségnek a, a jogintézménye. Ezt a végszükséget szintén csak tiszta forrásból, ugye a BTK 23. szakaszában található. A végszükségnek el, először mielőtt felolvasnám, elmondanám a lényegét. A végszükségnek az a lényege, hogy azt mondja ki róla a BTK, hogy nem büntetendő az a cselekmény, amelyet végszükségben követtek el. Majd megmondjuk, hogy mi a végszükség. Tehát nem büntetendő, eleve a cselekmény is. Azért nem büntetendő, mert nem veszélyes a társadalomra. És ha egy cselekmény nem veszélyes, ugye három eleme van a bűncselekménynek. Előbb mondtam, a tényállásszerűség, aminek még két jellemzője van, a, társadalomra társadalom és a bűnösség, és ha bármelyik hiányzik, akkor nem valós meg a bűncselekmény, mert hiányzik az egyik nélkülözhetetlen ismérve. És a végszükségben végre az, hogy cselekmény, az nem veszélyes a társadalomra, és ezért mondja ki a törvény, hogy nem büntetendő az a cselekmény. Melyik cselekmény? Tehát nem büntetendő annak a cselekménye, aki saját, illetve más személyét vagy javait közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből menti, vagy a közérdek védelme érdekében így jár el, feltéve, hogy a cselekménye nem okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett. Tehát ebben a szituációban azt kell, hogy össz azt kell összemérni, és ugye itt a mérhetetleneket kell összemérni, hogy én megszegem a járványügyi szabályokat, és ezzel fokozom talán a feltőzés veszélyét, és a másik az, hogy a gyerekemnek az állapota rosszabbodik adott esetben, hogyha én ezt a gyógyszert nem fogom neki megszerezni, jó? És ebben két szituáció lehetséges. Vagy jól mértem ezt fel, akkor ez tiszta végszükség de előfordulhat egy másik helyzet is. Erre szolgál a végszükségnek a következő bekezdése, ami azt mondja ki, hogy nem büntethető, aki azért okoz nagyobb sérelmet, mint amennek elhárítására törekedett, mert ijegységből vagy menthető felindulásból nem ismeri fel a sérelem nagyságát. Tehát bocsánat, most megint ilyen kicsit slengesebben fogalmazok, hogyha beparázott, de, de nem volt épp kellő indoka ennek, de túlértékelt azt a helyzetet, és azt mondta, hogy nem érdekel a, engem ez a korlátozás, nekem a gyermekem élete az első, pedig nem is forgott ugye, veszélyben a gyermek élete akkor pedig azt mondjuk, hogy a, a beszámítási képesség hiánya miatt, inkább úgy mondanám egyszerűen, hogy a bűnösség hiánya miatt, mert a beszámítási képesség az a bűnösség megapításának a feltétele. És hogyha néhetségből menthető felindulásból nem voltam olyan állapotban, hogy, hogy egy konzisztens döntést, egy megalapozott döntést hozhassak, akkor pedig a bűnösség hiánya miatt fogjuk kizárni az ő büntethetőségét mennyire lehet erre hivatkozni esetleg olyan esetekben, ami, amikor ugye ez nem áll fent? Tehát például az, hogyha valaki mondjuk narkotikum hatása alatt van, akkor elveg nem beszámítható, de mégis elköveti, akkor szerintem az bűncselekmény, nem? Vagy ennek hol a határa? Vagy mikor lehet erre hivatkozni, és mikor mondhatom azt, hogy ez, ez már nem tartozik oda? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Rengetegen vannak, aki... Hát nem kell csak a narkotikumra gondolni, mert azért tudom, hogy hát, sajnos, sajnos, sajnos nagyon sok, sokan fogyasztanak. De talán még többen isznak. És itt arról van szó, hogy aki tehát a törvény úgy mondja ezt, erre van egy külön passzus, ez a 18. szakaszban található a büntető törvénykönyvnek, ami azt a címet visel, hogy az ittasság nem nincs is külön címe, csak tehát erről szó, az ittasság büntető értékeléséről szó, hogy a, a, a kóros elmállapotra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók arra, aki a bűncselekményt önhibából eredő, Ittas vagy boldú állapotban követi el. Hát most aki, aki, aki valamilyen narkotikumot vesz magához, hát ő azt tudja, amikor magához veszi, hogy, hogy, hogy annak a hatása alá kerülhet, és hogyha a hatása alatt követe bűncselekményt, akkor nem értékelhető a javára az, hogy ennek a hatása alatt volt. Igazából, aki ilyen ittas állapotban van, vagy narkotikum hatása alatt van, ő úgynevezett tudatzavart állapotban van. Tehát ezek tudatzavart idéznek elő. Ez a tudatzavar, ez egészen odáig mehet például egy típusos ittasság esetén, ami a klasszikus ittasság, hogy annak a vége a hosszantartó mély alvás. Ugye van egy felmenő hága, meg egy lemenő hága, és aztán a vége, ez egy jó, jó. Jó, tehát, ezt is, tehát ez gyakorlatilag kizárja az ő beszámítási képességét, és nem lesz alanya a bűncselekménynek, mert nincs, aki, aki mögött ott a bűnösség. És ebben egyfajta bocsánatot kérek, de egyfajta objektív felelősség van, ami egy rossz megfogalmazás, mert a, mert a felelőssége onnan ered, hogy amikor ivott, ugye akkor nem kezd volna innia, de ő ivott. Na most, hogyha ivott, ettől kezdve, ha az önhibából eredő ittas állapot hatás alatt követel bűncselekményt, akkor az az ittasság nem értékelhető javára. De azért hadd mondjak valamit, mert az élet nem ennyire sima és egyszerű, mint hogy ezt már itt kidolgoztuk a dogmatikában, mert előfordulhat az, hogy, hogy esküvő van, és én iszom a lányomnak, ahogy a fiamnak az esküvőjén, és igen, jól érzem magam és ezek után ott történik valami, történik valami, ami miatt valakit azonnal orvoshoz kell vinni. És akkor én beülök a kocsimba ittassan, és elviszem a kórházba. És akkor hivatkozhatok végszükségre. Jó? Tehát ebben az vannak ilyen döntések, vannak ilyen döntések, jó, hogy ebben a szituációban én elkövetem azt a bűncselekményt, mondjuk az ittas vezetést, jó, de egy végszűségi helyzetben ez a végszűség ki fogja zárni a felelősségemet egy cselekmény miatti felelősségre vonás alól. És ebbe akkor így van esetleg, a, mondjuk, mondjuk egy bírónak vagy egy ügyésznek, akkor valami fél játéktere, vagy ez mindig fölírja, vagy itt, itt, hol van például a határ, hogy, hogy, én ittam, de végszükség volt, vagy, vagy ez, 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 mindig egyértelműen megállapítható? Ez nem. Ez mindig tényállás függő. Mindig az adott konkrét esetben lehet ezt eldönteni. Jó, például ebben a szituációs esküvő van, hát lehet, hogy ott volt a pap, aki nem ivott, és, és, és kocsival volt, és ő is elvihette volna azt az embert. Jó, tehát nem lehet így, így így abszolút módon elbírálni. Egyáltalán a büntetőjogban soha nincs két egyforma eset. Mindig más a sértet, más a vádlott, más a szituáció, más a motiváció. Nem lehet. Tehát az, hogy valaki ellop egy, egy, mit, mit, egy kocsit az utcán, jó, egy ugyanolyan értékű kocsit, az akkor is más lesz az egyiknek a cselekménye, mint a másiknak a cselekménye, még hogyha ugyanazal a módszerrel lopja is el. Nem lehet ilyen sémákat a büntetőjogban. Egyébként szerintem általában a jogban is nagyon nehéz, de hát azért ott vannak tipizálható szituációk, főleg a civil jogban, kereskedelmi jogban, stb. területeken. És e, próbáltunk összegyűjteni egy ilyen általánosabb esetet, hogyha a szomszéd fi hálózatára rácsatlakozom, az, az lopásnak minősül el. Hát ez egy érdekes kérdés. Ha a szomszédnak a wi hálózatára rácsatlakozom, az lopás. Hát lopás. De nem az a lopás, amire mi gondolunk, és ahogyan felnőttük az, hogy ne ő ne lopj, amikor ez a, ezek a tíz szabályok kialakultak, hanem ez valami új, az, jelenség, új jelenséghez kapcsolódó új bűncselekmény lesz. A lopásnak az a lényege, hogy van egy idegen, ingó dolog, egy fizikailag létező testi tárgy, ez ugye ingatlan nem is lehet, csak ingó dolog lehet, ami nincs az én birtokomba, és a lopás az elvétellel úgy történik, hogy a korábbi birtokos hatalmát megszerzem, és a saját hatalmamat veszem át, azzal a célzattal, hogy eltulajdonítom. Miről van szó a wi esetében? A wi esetében van egy elektronikai hálózat, egy elektronikai rendszer, ami bizonyos adatokat, adatok igénybevételét teszi a számomra lehetővé. Itt közben sűrű lapozok, és keresem a a, 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 ha jól tudom, a 422. szakasz, de pillanatokon belül meg is fogom találni, és ez a bizonyos 422. szakasz lesz az, amely kimondja, vagy megmondja nekünk, hogy milyen bűncselekmény valósulhat meg ebben a szituációban. És akkor már ki is derült, hogy ez a 423. szakasz, és az azt mondja ki, ennek a címe az, hogy információs rendszer vagy adat megsértése bűncselekménye. Hát ugye ilyenkor látszik az, hogy mi is szokjuk ezeket a kategóriákat, szokjuk ezeket a fogalmakat. Nem. Én szerencsés helyzetben vagyok az állandó könyvírás, tankönyvírás és a, és a kommentárok írása folytány, tehát évente többször ugye át kell írni ezeket a szövegeket, és az azt tartalmazza, hogy aki információs rendszerbe, vagy az információs rendszer védelmét biztosított technikai intézkedés megsértésével, nem, aki információs rendszerbe az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértésével vagy kiátszásával jogosulatlanul belép. Vagy a belépési jogosultsága keretei túllépve, azt megsértve, bent marad. Jó, tehát ez a szituáció alkalmazható erre, és ez önmagában bűncselekmény. Tehát akkor is, ha nem okozok kárt ezzel senkinek. Nem, 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 de én nem. Nem, nem, nem. Ez önmagában a belépéssel, önmagában a belépéssel már megvalósul ez a bűncselekmény. Úgyhogy ez ez lopás, de nem az a lopás, amit mi... És ezért például mi a büntetőtétel, hogyha a szomszéd hát ez nem ez, ez, ez azt mondja ki, hogy alapesetben ez két évig terjedő szabadságvesztésre fenyegetett vétség. Úgyhogy Igen, igen. Hát ez a legenyhébbek közé. Ennél ennyi csak az egy évig terjedő szabadságvesztésre fenyegetett vétség. Tehát ez már súlyosabb. Tehát súlyosabb akkor, hogyha valaki ilyenben lebukik, és a, a szomszéd tudja a jogait, akkor bajba van. Akkor, akkor igen, igen. igen. Wow. <laughs> nem ugye, hogy, hogy, nem is gondolnak rá, akkor ez válasz ugye arra a kérdésre, hogy amiről azt gondolhatnák az emberek, hogy nem bűncselekmény, és lám, -lám a büntető törvényk, már reagált rá. Tehát volt például egy olyan eset, amikor valaki belép csak egy olyan rendszerbe, ahova őt jogosulatlanul, akkor minden ilyen esetben. Hát itt van az én tabletem, a te tableted, vagy a számítógépet, és hogyha én abba belépek, meg kifürkészem a belépési kódodat, és ott semmit nem csinálok, csak beléptem, már ez önmagában bűncselekmény. Tehát, hogyha valaki partner. Ez visz... nem ez a bűncselekmény, illetve már ez a bűncselekmény, igen, igen. Ha meg még adatot beviszek, az más, ha meg még befolyásolom, ha meg még gátolom, tehát olyat viszek be, amit jó, akkor ez, ez, mind, mind olyan magatartás, ez az Európa Tanácsnak az informatikai egyezménye határozza meg, és magyar törvényben ki van hirdetve, és annak a végrehajtására szolgálnak a büntető törvénykönyvnek a, a, szabályai. Tehát, hogy ez mind büntetendő cselekmény. Tehát, hogyha van mondjuk egy partnerem, én tudom a PIN kódját, belépek a telefonjába, és mondjuk kizárom onnan, akkor az, az már nagyon Hát sérös. az már súlyos bűncselekmény, igen. Hát, hogyha itt az órámba belép valaki, ugye, mert lehet telefonálni rajta, stb. És hogyha valaki abba belép, vagy megakadályozza, hogy én azt használjam, megváltoztatja a PIN kódomat, akkor már az is bűncselekmény. És közokirat, hamisítást követek el, ha olyan címre jelentkezek be, ahol nem lakom, de hosszú távon tartózkodom. A lakcím bejelentésre vonatkozó szabályok úgy néznek ki, hogy, és, és hát van lakcímkártyámon, én, én is gyakorló vagyok ebben, tehát van állandó lakásom, ami, ami úgy van most, nem úgy van, hogy állandó lakás, hanem lakcím, és van tartózkodási hely. És van tartózkodási hely. Tehát maga a jog számol azzal, hogy valakinek két lakása lehet, és értelemszerűen csak az egyikben tartózkodik. És valamiben tartózkodik, és a tartózkodási helyen tartósan tartózkodhat, mert például az állandó lakását kiadta valakinek. Jó, ebben semmi jogellenes nincs, ez nem lesz, ez nem lesz közokirat hamisítás. Nekem volt egy olyan ismerősöm, aki úgy akart rendelni csomagot, hogy más nevet adott meg hogy ne tudják le kitalálni, hogy ki rendelte a csomagot. És amikor próbált átvenni a postán, akkor hát igazából hamisított egy papírt, hogy át tudják neki adni, mert nem az ő nevére szólt a csomag. És ez akkor gondolom már okira, hamisítás. Ez teljesen világos szituáció. Hát mivel lehet átvenni egy postán egy küldeményt? Hát személyigazolványjal, és hogyha nem a saját lakcímén van, vagy akkor még a lakcímkártyát is ugye hozzá kell tenni adott esetben. Bizonyos esetekben kérik a lakcímkártyát is. Na most ugye ezt, ezt a személyigazolvány ez nem pontos válasz, tehát olyan személyazonosító okmányjal, ami A-kategóriás, ami tehát fényképes. Ami lehet a jogosítvány is, vezetői engedély, meg lehet az útlevél is, azzal is átvedetlen. De ez mind olyan, ami közokirat. Na most ő neki ahhoz, hogy fel tudja venni más nevén, ahhoz hamisítani kell egy közokirat. Szerintem úgy ment oda, hogy kis Pista engem meghatalmazott az, hogy én átvegyem a csomagját, és mondjuk két tanú előtt, akkor én átvettem előleg a kis Pistának a csomagját. Aha. Tehát ha. ő nem a magát a közokiratot, hanem maga a meghatalmazás. Értem. Hát a meghatalmazás az magánokirat. És a hamis magánokirat felhasználása az a BTK 345. szakaszában található, a szintén bűncselekmény, és ennek az a lényege, hogy aki jog, vagy kötelezettség létezésére, megváltozásá, létezésének megváltozásának, vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított, vagy valótan tartalmú magánokiratot felhasznál. Ez a felhasználás, ez a jogérvényesítés történő bemutatás. Ebben az esetben ő a készítésben működött közre, ugye az, aki ilyen szerencsétlenül rossz szímet adott meg, vagy próbálta magát leplezni, ő bűsegéde volt ennek a hamis magánokirat felhasználásának, és aki bemutatta, az maga a felhasználás, a jogérvényesítés, ő pedig az önálló tettese volt. Akkor mindjárt ketten benne vannak. Igen, hát ő saját magának csinálta szerintem, de igen. Nem, oda be kell írni a személyigazolványnak a számát, stb. amikor a, Á, a postán jaj, bemennek. Tehát valakinek be kell mutatni egy személyigazolványt, tévedés csak ugye az a szituáció, hogy aki bemutatta, az a sajátját, tehát az jó személyigazolványt mutatott be, csak ugye a jogosultsága a felmutatásra, az valótlan tartalmú magának irat. Ha a, a, büntetőfékezés az mikor a minősül bünt, bűncselekménynek? Hát az bűncselekmény szokott lenni, de ennek meg vannak a feltételei. Ez valami rendkívül, nem is tudom milyen szavakat illessek, rendkívüli módon elítélendő dolog, és rendkívül, hát ki mondom, emberre utal az, aki így ilyen módon próbál bárkit is megleckéztetni. Vannak ilyen ügyeink, sok ügyünk van sajnos, és voltak olyan szituációk is, amikor, ez a büntetőfékezés az halálos eredménnyel végződött. Autópályám ugye nem ment el előle, akkor jobbra beelőzte, bement elé, fékezett, és akkor a, irányíthatatlaná vált a kocsi. Sokféle szituáció van. Hát van egy olyan bűncselekményünk, és ez a BTK 234. szakaszában található, azt a címet viseli, hogy közúti veszélyeztetés. És ez a közúti veszélyeztetés, ez úgy szó, hogy ö, aki a, hát nem találom, a btk t annélkül fogok veszekéten elmondani, hogy aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével, közúton vagy közforgalom mellől el magánúton, más vagy mások életét vagy testi épségét Közvetlen veszélynek teszi ki. Ez, ez a közvetlen hiányzott nekem a gondolatsoromban. Jó? Tehát, ö, ö, miről van szó? Egy kicsit a közlekedési mindető jogról. A közlekedésben négy ágazatot különböztetünk meg. Van a vasúti, a légi, a vízi és a közúti közlekedés. Hogyha a vasúti, légi meg a vízi közlekedést tekintjük, akkor ott nem a közvetlen veszély előidézése az, ami bűncselekmény lehet, hanem egy absztrakt veszély, egy általános veszély. Jó? Erre, hogyha példát akarok mondani, azt tudom mondani, hogyha két vonat megy egy, egy vágányon egymással szembe, de ilyen is előfordult Magyarországon, nem is olyan régen is előfordult, de hát nem mentek olyan gyorsan ezek a vonatok, és meglátták egymást, és fékezett mind a kettő, és száz méterre megálltak egymástól. Jó? Vagy régen voltak ilyen ügyek, hogy, hogy, a, hogy régen még légi voltak, tudjuk, hogy ma már másképp megy a légirányítás, vannak légi de nem így működnek ezek a képek, és hogyha mondjuk nem a légi ment, ami 10 kilométerre volt, hanem 3-4 kilométerre elment az egyik repülő a másik mellett, már az is ilyen távoli veszélynek volt értékelhető. És azért bűncselekmény ezeken a területeken már az abstrakt veszély a távoli veszély elődézésére, mert egyrészt nehezebben navigálhatók, kor kormányozhatók, helyesbíthetők, ugye egy hajóval kikerülni valakit, ugye, vagy egy vonattal, vagy egy repülővel, lefékezni egy repülőt, ugye az ott esetben a levegőbe, vagy egy hajót megállítani. Szóval ez egy nehéz dolog. Egészen más a helyzet a közúton. A közúton a veszély mindig egy pillanatban sűrűsödik. Ez mindig adott személyre, adott helyzetre konkretizált veszély. Abban a pillanatban van, és egy pillanat után már meg is szűnik. Ezért írja elő ez a, ez a törvény a közötti veszélyeztetés csinálásában, hogy más vagy mások életét, testészségét közvetlen veszélynek teszi ki. Na most, a büntetőfékezés akkor lesz akkor lesz tényállásszerű, és akkor veszít meg bűncselekményt, ha ezt a közvetlen veszélyt idézi elő. Hát ezt szokta előidézni egyébként, mert ugye, de, de éppen most találkoztam egy ügyel, pont az elmúlt héten dolgoztam ezen, hogy, hogy ment a két kerékpáros az uton, és aztán megálltak beszélgetni, nem tudta kikerülni a mi autósunk, majd pedig, mikor elindultak, ő is utánuk indult, és mellé ment az ellentétes sávban, haladt mellettük, és beszélt beszélgetett velük, és akkor egymás szitták, hogy hát miért. Hát sajnos. És ezek után azt hallottam az a tényállás, hogy jobbra vágott és befékezett. És erre megállapították a felelősséget közúti veszélyeztetésben, és hát hiányos volt a tényállás, mert nem lehetett tudni, hogy az a jobbra kormányzás, az ugye csak fél méterre ment odébb, hogy akkor még megmaradt egy egyméteres távolság, és ugye nyilván nem elé fékezett, hanem mellette fékezett, amelyből kihaladhatnak a kerékpárosok. Tehát a lényeg mindig azt kell vizsgálni, hogy ez a büntető fékezés előidézte ezt a tényállásban írt eredményt, a közvetlen veszélyt, ami egy ilyen pillanatban koncentrálódó, személyre, helyzetre koncentrálódó veszély. És akkor például, hogyha gyorsan hajtok, és a történik egy baleset, az is akkor közúti veszélyeztetésnek minősül? Nem, nem. Mindenki azt hiszi, hogy aki megszegi az abszolút sebességhatárokat, akkor ez egy veszélyeztető magatartás, és hogyha ilyen helyzetben baleset következik be, akkor az már adott a közúti veszélyeztetés, vagy valami más bűncselekmény. Hát szó sincs erről. Ez egy számomra nagyon kedves terület. És azt mi úgy hívjuk, hogy ez az objektív eredménybeszámítás elméletéhez kapcsolódó kérdés. Én most nem szeretnék elmenni az elméleti kérdésekre, hanem egy-két gyakorlati példával szeretném ezt megvilágítani. És azért azt már jelzem, hogy van a legfelsőbb bíróság, volt még akkor, a legfelsőbb bíróság 6 1998-as számú büntetőjögetségi döntése, amelyik tisztázza ezt a kérdést a legfelsőbb bíróság akkor úgy foglalt állást, ez egy kicsit másik kérdés, mint a mi kérdésünk, vissza fogok rá térni, jó, hogy amikor van egy elsőségre jogosult, és van egy elsőségadásra kötelezett, például stopp táblája van, vagy ilyen háromszög táblája van, és ez, nem a, és ez az elsőségre jogosult, az túllépte a sebességhatárt, akkor vajon az elsőbségadásra elsőbség kötelezett mentesül a felelősség alól? És kifejezetten ezt mondja ki a jogegységi döntés, hogy nem mentesül a felelősség alól az elsőbségadásra kötelezett, önmagában azért, mert az elsőbségadásra jogosult, a sebességhatár túllépte. Jó? Tehát ez nem mentesíti. Van egy második kiegészítése, vagy egy kiegészítése egy második szabályának a jogegységi döntésnek. Azt mondja ki, hogy az elsőségadásra jogosult is felelősséggel tartozhat, akkor, hogyha az elsőségadás a kötelezettséget, éppen az elsőségadási kötelezettsége tekintetében megtévesztette a gyorshajtásával. Ugye kétféle módon haladhatok én túl gyorsan. Vagy kacskaringós úton, vagy nem azonos szinte haladó úton. És hogyha ilyen kacskaringós úton jövök, akkor amikor ő kitekint az elsőségadása kötelezett, még nem lát engem, mert a kanyaron túl vagyok. Szépen lassan elindul, bekanyarodik ide mondjuk balra elém, de én olyan gyorsan jövök, hogy ott fogunk összetalálkozni, jó? Tehát ebben az esetben például az én gyorshajtásom, mert nem számított rá, hogy olyan gyorsan oda kerülhet autó, megtévesztette őt az elsőségadási kötelezettsége tekintetében. Jó? Tehát ilyen szituáció. Na most, általában tehát a sebesség túlépés az nem minősít, tehát az nem idézelő közvetlen veszélyhelyzetet, már pedig de közvetlen veszélyhelyzet lesz. Mondok egy példát, nyílegyenes szakasz volt, öt kocsi ment egymás mögött, 90-en lehetett menni, és öt hátulról egy hölgy, Uh, Audival 120 -a. Hát látta, hogy ott nem mennek előtte, ő elindult, és szépen ment mellettük. Elment az első mellett, elment a második mellett, elment a harmadik mellett, ott volt már valahol, amikor kimozdult elé óvatlanul a negyedik kocsi, nem nézett hátra, mielőtt ő is előzésbe akart kezdeni, hanem egy kormánymozdulatot tett. Most azzal a rendülettel, akkor már hátra nézett a tükörbe, és látta, hogy ott jön már a Audi mögötte hátulról, és kicsit ráhajtott ugye a, a, a felezővonalra, átment, vagy csak érintette, bemódult, de aztán azonnal visszakormányzott. De az én Audi, ugye, aki gyorsan megy, ő mindig koncentráltan vezet. Tehát azok, akik betartják a sebességhatárokat, azok esetleg beszélget, ide néz, oda néz, szépen haladgatnak. Aki a ilyen sebességtúlépéssel megy, ő nagyon-nagyon rá koncentrál erre. Most ebben a szituációban ezt a, ez, ez, a hölgy kormánymutatót tett, kisodródott és felborult, és az utasa megsérült és őt elítélték, elítélték, közúti baleset okozásában. Ott a másikat nem ítélték el veszélyeztetésben, mert nem indult el eljárás, nem is kellett volna, mert ez egy gondatlan cselekmény volt, ez nem a szándékos magatartás volt, de ezt a hölgyet elítélték. És a legfelsőbb bíróság már Kúria felmentette azért mentette fel, mert az ő elsőbségi helyzete el, előzésben volt. Abszolút elsőbségi helyzet volt, és ő semmilyen szabályt nem sértett, amelyel közvetlen baleseti veszélyt idézett volna elő. A baleseti veszélyhelyzetet ez a sorban haladó negyedik idézte elő azzal, hogy bemozdult elé, és őt ezek után már a baleset elhárítási köteletség terhelte, hát ő pedig adekvát módon cselekedett, mert ebben az esetben a baleset elhárítás azt jelenti, hogy el kell Formányozni az autót. Ezt a hölgyet minden első másodfokon elítélték, és a kúria felmentette. Erre sok példát tudnék mondani, de ez egy, ez egy bonyolult kérdés, jó? Tehát, hogy a sebesség túllépés az önmagában nem idéz elő közvetlen baleseti veszélyhelyzetet, és ezért nem alapozza meg a büntetőjogi felelősséget önmagában, hangsúlyoznám. Ha családi drónnal készítek videófelvételt, és még átmegyek a szomszédhoz, és azt kiposztolom internetre, az minősül-e bármilyen szempontból bűncselekmények, mert olyan felvételt ugye teszek internetre, ami, ami hát, nem biztos, hogy hozzájárult. Jó, hát ebben a szituációban én azt gondolom, hogy itt büntet, bűncselekmény nem valósul meg, semmilyen bűncselekmény nem valósul meg, hanem itt a polgári jogi eszközök igénybevételére nyílik lehetőség, ez a képmáshoz való jog megsétését jelentheti. Na most ez a képmáshoz való jog, ez, ez azt mondja maga után, hogy, hogy a polgári jogi jogkövetkezmények tekintetében kártérítés és sérelemdi követelhető, ennek megvannak a maga polgári jogi szabályai, de büntetőjogi következményekkel önmagában az, hogy valakinek a, az felismerető arcmását én közé tettem, ez nem, ez nem, jár, nem von maga után. Volt egy olyan eset is, amikor valakinek lopták a borát, meg mérgezte a borát, és ugye ebbe az illető belehalt, aki ugye meg, megint próbált dőle lopni hogy ez itt mi ki követel bűncselekményt, hogyha én, vagy mit, mit, otthon, hogyha én bármiben tárolok, még a kecsapos üvegben ugye valami mérgező az mikortól kezdve számít bűncselekménynek? Hát, ez is egy összetett kérdés. Ez egy, ez egy nagy sport fel, felvert ügy volt, és, és számtalan, számtalan problémát vett fel. A konkrét ügyből átjött, hogy rendszeresen lopták az ő borát, és ő fordult a hatóságokhoz, hogy valamit segítsenek már, hogy ezt a tolvajlást megakadályozza. És hát nem kapott megfelelő hatósági segítséget. Ezért egyfajta végső elkeseredésében fordult ehhez. Most mit tett ő? Valamelyik üvegbe mérget tett, és akkor oda ment ez a tolvaj, megitta, és hát ez halálos méregnek bizonyult. Na most úgy gondolom, kicsit át is lehet mondani, hogy ott vannak a szép boros parackjaim, ugye, és akkor hát ez egy, tehát felmerül a kérdés, hogy ez egy normális tárolás, ez egy természetes tárolás, hogy én a borok között mérget tárolok? Hát egészen biztosan nem. És hát a, a büntető törvénykönyvünknek erre is van például egy tényállása, hát sok minden belefér ebbe a büntető törvénykönyvbe hogy aki mérget jogosulatlanul készít, tart, felhasznál, forgalomba hoz, illetve aki a mérgek visszélésszerű felhasználásának megakadályozására, vagy itt jön a lényeg, más személyek veszélyeztetésének kizárására előírt intézkedések megtételét elmulasztja, ha sűrűs a nem valósul meg. Tehát, ha ez olyan méreg lett volna, netán, mert olyan volt, amiben ugye bele is lehet halni, akkor ennek a tárolására, kezelésére már eleve vannak szabályok, amiket ő bizonyosan megszegett. Ezzel persze semmire nem megyünk ebben a konkrét esetben, nem ez fogja eldönteni a kérdést, hanem ezt a jogos védelem oldaláról tudjuk mi megközelíteni. Ez a jogos védelem igen nagy átalakuláson ment át az elmúlt időszakban. Ö, több korszerű elem jelent meg benne. A 2009-ben még a, az előző kormányzat a, a elfogadta a büntetőtörvénykönyv általános részének a módosításáról szóló törvényt, kodifikálta, és már akkor bekerült a jogos védelembe az úgynevezett megelőző jogos védelemre vonatkozó szabályozás és ezt a megelőző jogos védelemre vonatkozó szabályozást lényegében átvette a mi most hatályos büntető törvénykönyvünk is. Ezt fel szeretném olvasni azért, mert világos lesz az, hogy, hogy milyen körben lehetett volna itt jogszerűen védekezni. Azt mondja a BTK 21. szakasza, hogy nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet nem alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a védekező mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet. Hát ugye azért kell felolvasni és azért kell pontosan látni a jogszabály szövegét, mert ebből látszik, hogy ez bizonyosan nem fér bele a hatályos BTK szerinti jogos, megelőző jogos védelembe. Az, hogy mi az a, a, a jogtalan támadás megelőzése céljából telepített ö, védelmi eszközt, ezt meg kell mondanunk kritikusan, hogy ezt igazából nem tudta még kidolgozni az ítélkezési gyakorlat. Hát általában jó dolog a kutya. Ugye a ja, jó nagy kutya, amik harapós is, jó? De aztán mindenféle csodabogarat is tudnak ilyen védelmi eszközt, ezek a riasztó stb. amik tényleg, amit könnyebb elképzelni eszközfogalomként, ugye, de mondom, a kutya is lehet ilyen, mérges mérgespók is lehet, meg is lehet adott esetben, jó? Sok mindenféle lehet, vagy kakas is, amely megcsipkedi, jó? Tehát ezt nem lehet pontosan kitalálni. És ezt azért mondom, azért mondom így, mert majd, mert mind, na, oda átkapcsolok és visszajövök. Mert amikor hatályba lépett ez a törvény, akkor a kúria hozott egy jogegységi döntést, egy büntető jogegységi döntést a jogos védelem kérdésének az értelmezéséről. Ez nagyon sürgős volt a kúria számára akkor, 13 2013. július 1 lépett hatályba ez a büntető törvénykönyv, és a Kúri ezt a jogegységi döntést, ez a 4 per 2013-as büntető jogegységi döntés, két tárgyaláson, július 1-én és július 8-án tárgyalta a kölögém, és július 8-ánál is fo fogadta. Tehát közvetlenül a hatályba lépéshez kapcsolódóan. És ez azért volt fontos, hogy amiben már akkor állást lehet foglalni, azt leírta a jogos védelme kapcsolatban, és amiben meg nem lehetett állás foglalni, azt nyitva hagyta. És például pontosan ez a védelmi eszköz olyan volt, amiben nem tudott állásfoglalni, foglalni, majd az ítélkezési gyakorlat kialakítja, hogy mi lehet az a védelmi eszköz, ami ennek a tényállásnak a hatája alá vonható. Hát elmondhatom kis kis büszkeséggel, hogy én voltam ennek a szerkesztője, az előadó bírája ennek a, ennek a döntésnek, és hát én is pontosan látom azt, hogy, hogy és akkor is láttuk, hogy mi, mik azok, amikkel nem szabad, mert a kúriának nem az a feladata, hogy, hogy előre hogy hogyan kell egy jogszabályt értelmezni, hanem Inkább az, hogy utólag, akkor, amikor netán divergáló ellentétes gyakorlatok vannak, akkor a joggyakorlat egységesítése érdekében. De nem szabad előre meghatározott tartalmakat adni a jogszabának, mert nem az a kúriának a feladata. Ezért ezzel is adósak maradtunk, jó? De a fogalomból látszik az is, hogy ez a. Ez az ugyan, a, ugyan a jogtalan támadónak okozott sérelmet, de ő nem tett meg mindent azért, ami az adott helyzetben elvárható, hogy ez ne okozzon sérelmet. Tehát pontosan azért okozta. Tehát ez nem vihető be a jogos védelembe, és egyébként jogellenes cselekmény volt az, hogy ő mérgetett a üvegbe, a borral együtt, ami mondom nem a, a mérgek tárolásának a szokásos helye, és ezért megalapították a büntetőjogi felelősségét. És hogyha én például boros tárolok domestoszt, ami ami ugye elő, meg lehet venni a boltba. Természetesen. És valaki áll, bejön ha... és megisza és belehal, akkor én igazából nekem semmi szándékom nem volt ezzel. Nem. Csak a hibás de, tárulás... de hát a domestosra nincs is, nincs is ilyen előírás, mondjuk az nem olyan mérek, hanem hát én boros palaszkokba tárolom, és ugye feltételezhetően nem a vitrinemben és, a, és a, a nagyon finom borok között, hanem ott, ahol a tisztítószereket tárolom adott esetben, gondolom, csak boros, tehát ez, ez semmilyen problémás És hogyha a vitrinben tárolom? Hát ha a vitrínben tárolom, akkor az megtévesztő lehet. Igen, annak nem az a, a tárolási helye. Tehát van de egyébként fajta nincs, kö... de nem lesz felelősségem. Nem lesz. Én oda tettem be, mert takarítottam ott abból, és éppen bemaradt a vitrínben ez a, ez a domestosos, mert tudom, hogy én a tokai asszus tárolom a, a, a akkor... Tehát elvileg ez az illető mondhatta volna, hogy ő egy csomó palacba, igazából mondjuk csak metilalkoholt tárolt, mert hát az, az nem, hát, hát... Vagy mikor mondhatom azt, hogy vagy mondjuk egy kísérlet ezek mondjuk 220 voltal? Hát egy? Ez, ez, ugye ez... Ez mind-mind feltételezés. É, csak ilyen, ez e, sokszor e, van, ilyen sokszor, esetek. sokszor találkozunk ilyesmikkel. Mi nekünk, tehát nagyon nehéz, tehát próbálunk modellezni feltételes helyzetekre, jó, jó. Ö, ö, de itt ebben az esetben sem ez történt. Ez igen, itt ez nem sem ez, történt. ez történt. De előfordulhat az, hogy nem lesz felelős, tehát előfordulhatnak olyan szituációk, hogy nem lesz felelős azért, mert például etilalkoholt, metilalkoholt, vagy bármit tárolt, ugye az alkoholok között, és azt, és, azt, és azt valaki megitta. Mert hát most el kell mondanom, hogy von, vannak olyan régiók, meg területek Magyarországon, ahol effektíve is használják valamikre az etilalkoholt. Tudjuk, hogy mérgező. A, metilalkohol mérgező, metilalkohol a mérgező. Vagy, vagy a metilalkoholt, amelyiket még, még iszák is néhol. Ami. Igen, az csak az vakságot okoz A vakságot az... meg minden egyet igen. okoz, igen. De, csak hogy csak ez, ez de... itt akkor, amiért ő büntet volt, az a szándékosság. Tehát, hogyha ő nem szándékosan akarta volna belerakni, hanem ő csak tárolja a mérget, mert igazából így tárolja ő, igen. és valaki odajön jön és, és abból beliszik, akkor azért nem felelős. Itt látszik, hogy egyrészt milyen nagy a jelentőség a bűnösség kérdésének, hogy milyen szándéka, milyen motivációval történt, másrészt, hogy milyen nagy a jelentősége a tényállásszerűség, vagy konkrét tényállás megállapításának. Így igaz. De ha ő tudta volna igazolni, hogy neki ezzel nem volt ilyen szándék, akkor őt nem ítélték volna. Akkor nem ítélték volna. Akkor lehetett volna uh, esetleg más tényállás, uh, Lehetett volna a gondatlan emberülés akkor, hogyha olyan méreget csinálta, amelyik valamilyen különleges szabályokhoz kötött, tehát a tárolása különleges szabályokhoz kötött. És hogyha azokat a szabályokat megszegi, akkor az foglalkozási szabály lehetett volna a mérgek kezelésére, tárolására, stb. a szabályok megszegése, és azzal, az, annak a megszegésével idézte elő gondatlanságból a halálát valakinek, akkor az foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés lehetett volna. És például, hogyha valaki betör hozzám, és mondjuk egy késsel, vagy valamilyen tárgyal, akkor én mivel védekezhetek, vagy nekem milyen lehetőségeim vannak itt a védekezésre? Mert nekem, vagy igazából csak ugyanakkor a késsel, vagy én mehetek fegyverrel is, vagy én, igazából, hogy mi, 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 a, mi a jog szerint nekem, amire ami, ami, ami ami jogosít engem fel a jog? Hát ez a klasszikus jogos védelmek a szituációja, ez a következő szakaszban található a 22. szakaszban, és aki jogos védelemben cselekszik, annak a magatartása nem büntetendő. Itt miről van szó? Van egy támadó magatartás, és van egy elhárító magatartás. Hogyha valaki késsel támad rám, ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy legalábbis a testi épségemet sérti, sérteni, ugye, vagy veszélyeztetni ezzel a magatartással. Már azt meg kell mondanom, hogy nem csak az közvetlenül intézet támadás alapozza meg a jogos védelem szabályrendszerének az alkalmazását, hanem a támadással közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet is. Tehát nem kell megvárnom azt, hogy felém sújt, hanem már jön felém, és már kell, jó, tehát ott esetben ez a veszély is megalapozza a jogos védelmet. Hogyan határozható meg az elhárító magatartás? Mit mond ezzel kapcsolatban a törvény? Azt mondja ki a törvény, hogy nem büntetendő, Jogos a jogos védelemben végre cselekményért a, védekező, addig, mindaddig, amíg az az elhárításhoz szükséges az ő cselekménye. Tehát ez az egyetlen egy szó, hogy szükséges legyen. Most ez az új büntetőtörvénykönyvünk viszonylagosan jelentősen kiszélesítette a jogos védelem alkalmazásának körét. Az első nagyon fontos szabály az, hogy nincsen kitérési kötelezettség, semmilyen kitérési kötelezettség, tehát érvényesül az úgynevezett szembenállási jog. Tehát én nem vagyok köteles kitérni a támadó elől. A kettő, a második az, hogy az elhárító cselekmény esetleges túllépését, tehát az, hogy, hogy ő csak esetleg súlyos is okozott volna, de én, az én súrásomtól meg el fog vérezni, és meghal, jó. Hát ezt a, ennek a kockázatát a támadó fogja viselni. A támadóhujaviság. Tehát itt e, igazából nincsen arányosság, e, egy bizonyos szintű arányosság mindenképpen kell lenni, de, de nincsen arányosság a, 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 a mai törvényünkben. Megjegyzem, a korábbi törvényben sem volt, csak a jogalkalmazó gyakorlat építette be, hanem minden cselekmény jogos védelmi cselekménynek minősül, amely szükséges a támadás elhárításához. Tehát ez jogos védelem lesz, és szemben állási jog van, szembe kell szállni. Még, még ezen túlmenően, ugye ez most, most egy vadonatúj jogintézmény került be, ez a szituációs, e, 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 szituációs jogos védelem a 22. szakasz második bekezdésben, amikor bizonyos szituációkra azt mondja ki a törvény, hogy az, az élet elleni támadásnak kell tekinteni a fellépést. És éppen az, amit mondtál, hogy azt mondja, a jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kiotására is irányult volna, ha és akkor itt van a B pont, lakásba éljen, fegyveresen, felfegyverkezett, csoportosnak követik el, jó? Vagy a, és a C pont meg a lakáshoz tartozó bekerített helyre. Ugyanígy jó. Tehát, hogyha, ugye, és ez a kis használata, az felfegyverkezve elkövetésnek minősül, mert felfegyverkezve, ezt is a BTK határozza meg, felfegyverkezve követél a bűncselek, mint aki az ellenállás leküzdése, vagy megakadályozása véget az emberi élet kivótására alkalmas eszközt tart magánál. Például a kést tartja magánál. Jó, úgyhogy ez Akkor... ilyenkor a papír van róla, hogy az ilyen cselekmény a támadó életének a kiótásával is elhárítható. De akkor mindenképpen szükséges egy eszköz. ő kezében nincsen kés, csak bejött, és akkor elvileg én nem lépetek fel ellen. De akkor is lehet, hogyha ez éjszaka történt, akkor ha. önmagában az éjjel elég. Akkor az Vagy hogy három. Igen. Ezek, ezekből a feltételekből bármelyik elég, Bármelyik, elég elég. alternatív feltételek, igen. Ezek nem konjunktívak, alternatívak. Értem. És hogyha például van a, a van telkem, és a telkem belül én mondjuk 2-20-szal körbekerítem mondjuk a nem tudom, teheneimet, és ugye én kiírom azt, hogy ide ne érjen hozzá senki, mert ez mondjuk számukra halálos, ezt én megtehetem, vagy, vagy ilyet nem tehetek meg? Hát ez ugyanaz a probléma, mint, a, mint a, az a megelőző jogos védelem, amit előbb mondtam. Tehát ugye én védhetem a vagyoni javaimat, védhetem a vagyoni javaimat, és, és, ilyen a, 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 jogtalan támadás elhárítására alkalmas védelmi eszközt telepíthetek, de jogos védelem csak akkor állapítható meg, hogy az a törvényi feltételeknek megfelel. Ugye az egyik alapvető feltétel, hogy ez nem alkalmas az emberi életnek a kiotására. A 220 volt az általában alkalmas az emberi életnek kiotására. A kettő az, hogy ez a támadónak okos sérelmet. Tehát ebben az esetben, hogyha a kisgyerek bedobja a labdát véletlenül, és utána mászik a labdájának, és őt üti meg, akkor nyilvánvaló, ugye, hogy ez, tehát már ebből is látszik a példa, hogy ez ugye nem felel meg ennek, és ugye az az utolsó feltétel, hogy mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható ahhoz, hogy ez a telepített védelmi eszköz ne okozon sérelmet. Hát kutya fülít, hát éppen azért okoz, a hát teszi oda, hogy sérelmet okozott. Jó? Tehát ezt a jog nem engedi meg, ez jogellenes cselekmény, és hogy ennek következménye van, akkor, tehát nem önmagában jogellenes cselekmény, ez egy abstrakt veszélyt idézelő, tehát így értsük, ez nem, büntetendő, nem bűncselekményként büntetendő cselekmény, de hogyha ez abstrakt veszélyt idéz elő, akkor, e, ha ez konkrét, konkrét helyzetben valamilyen sérelmet okoz, akkor a jogos védelem szabályai nem alkalmazhatók. De hogyha van nekem mondjuk egy hív, ami nagy feszültségű, hogyha, hogyha bárki hozzáér, ugye meghal, akkor ott nekem ugye az a feladatom, hogy biztosítsam, hogy a lehető legkisebb tudjon ember hozzá nyúlni. Tehát minden ilyen esetben, ahol... Hogy... Ki kell zárni. Ki kell zárni a lehetséges technikai megoldásokkal, ki kell zárni azt, hogy, hogy, hogy abból közvetlen veszély sérülés. De hogyha ott valaki a kerítésen átmász, hogy kiük azt, bemászik és mondjuk meghal, akkor az, az már nem. A, nem, igen, akkor már felelősséggel tartozom. Mik a leggyakoribb gazdasági bűncselekmények? És egy cégben, vagy egy cég életében mi minősül gazdasági bűncselekménynek, és mi minősül csak mondjuk pénzbírsággal, vagy büntetetőnek? Tehát, hogy a gazdasági bűnözés hogy néz ki, ma már elég egysikú lett. Szinte csak egy bűncselekmény van, a költségvetési csalás. És abból is elsősorban az álfa csalás. van az állami támogatások, meg a, meg a munkáltatással összefüggő adócsalás. Amikor elkezdődött ez a szép új világ a 90-es években, akkor elég sok gazdasági bűncselekmény volt. Tehát nagyon sok volt a számítárendjének megsértésével kapcsolatos. Abban az időszakban, még a 90-es években is évi 4-5 Pénzhamisítás volt, ma már ezer alatt van a pénzhamisításoknak a száma. A viszonylag sok volt, hogy még vámbűncselekmény, mindaz külön volt, abból is elég jelentős számú volt, volt persze adócsalás is. Hát ezek voltak, és aztán amikor bejött a csődbűncselekmény, azért a csődbűncselekményből is elég sok volt, manapság szinte már megszűnt a csődbűncselekmény is. A kezdetben nagyon sok áruhamisítással összefüggő vásárlók megkárosítása, meg fogyasztókat sértő, tényleg rossz minőségű termék forgalomba hozatala volt, aztán jöttek ezek az akciós kereskedések, a fogyasztó megtévesztésével kapcsolatos. Az meg ezek az is a, bűncselekmények az mi? bűncselekmények minőségű? Az benne van most is a BTK-ban a fogyasztó megtévesztése, igen, hogy ne. Hogyna hogyha... például ilyen áru bemutatók alkalmazásával próbálják lenyomni az embereknek a torkán ezeket? Az Jó, megtör? Igen, igen. Hát, hogyha vannak, meg... vannak ilyen nagyikák, akik elmennek egy ilyen helyre, én tudok róla, feljelentem akkor előlegült. Hát hat, hat, attól függ, hogy megvalósulnak a bűncselekményeknek a tényállási elemei. Oda kellene ilyen megtévesztő elemek, de önmagában, hogyha csak ilyen promóciós akciók vannak, amelyeket, hogy korrekten, korrekten próbálják az értékesítést előmozítani, hát az önmagában nem bűncselekmény. Az hanem ott... csak akkor, hogyha de az szerűen. akkor lesz bűncselekmény, amikor effektíven lezárult a adásvétel, vagy már önmagában, hogyha erre próbál promotálni? Hát általában a, kell valamilyen akció hozzá. Jó, tehát a kell, kell általában a károsodást követeli meg, és ahhoz kell az ügyletkötés. Igen, tehát nem önmagában a, a reklám, hanem a... Tehát akkor kezdődik a bűncselekmény, amikor károkozás történik. Meg tudjuk ezt pontosan nézni egyébként, mert ez, ez itt is vagyunk már is, a 417. szakaszában, hogy aki szervezett termékbemutatón különleges árkedvezmény vagy árelőny meglétéről, vagy nyerési eséről megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad. Tehát itt önmagában ez a tájékoztató adása, ez már befejezett bűncselekmény, ez egy magatartási bűncselekmény, ügyletkötés nélkül. Jó, és akkor van egy másik. Ez lesz ugye ez a reklámos, rekl reklámos fordulata, hogy aki az áru értékesítés érdekében nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős mennyiségű, illetve áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy valót, valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állít, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad, szintén büntetendő és aztán megmondja majd, hogy mi az áru lényeges tulajdonsága, stb. Jó? Tehát ezek a fogyasztók megtévesztésé valóban itt nincs, nem kell ügyletkötés ezekhez, hanem elegendő ez a megtévesztő tájékoztatás. És most uh, volt szerintem több ilyen ügy is, ahol a fogyasztóvédelem uh, megbüntetett széket, de ott csak megbüntette, nem, 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 nem ment senki börtönbe. Vagy a, e, e, ezt, itt hol van a határ? Hogy... Hát ha a fogyasztóvédelem büntette meg, akkor az azt jelenti, hogy valamilyen fogyasztóvédelmi bírságot át, közigazgatási bírságot adott. A nem büntető ügyekben eljáró hatóság bűncseknél mindenki felelősségre vonásról nincs szó, börtönbe pedig csak a büntetőbíróság küldhet bennünket és hogyha ő megállapította azt, hogy valakit megtévesztettek mondjuk a százalékokkal, vagy hibásan, mikortól válik ez a tevékenység ugye büntető jogkör alá? Hát amikor tényállásszerűvé lesz, hát ez egyen, egyének, egy, egyes szituációnként kell megvizsgálni, hogy mikor fér, ez ide bele. Hát ugye itt ez a, ez termékben bemutatom különleges, árren, különleges árrengedvény vagy kedvezmény. Hát ezt mindig a konkrét esetben tudjuk megállapítani, amikor megvan az, hogy, hogy millió dolgot ajánlanak, meg még ezt is, meg még azt is, meg még amaszt is, és akkor kiderül, hogy fél millió forintot befizetett, és az a valami, amit megvett az ér körülbelül 20-30 ezeret, de hát mindenfélét még ráigértek, hogy meg még ez, meg az, meg amaz, ami szintén nem ér semmit. Tehát ez, ez, csak a konkrét esetben tudunk így állást foglalni. Ez ugye különleges árelőny, attól különleges az árelőny, hogy ez a vásárlása sarkalhatja. Tehát ami előmozdítja, ez az átverésnek az eszköze, ez a csalásnak az eszköze. Tulajdonképpen ezek ilyen speciális csalási tényállások, ez is az, egy bizonyos körben elkövetett, és előrehozott védelmet jelent a csaláshoz képest, mert a csalás megállapításának a feltétele a kár bekövetkezése, és egyébként meg a csalásnak a megállapításának a feltétele a jogtalan haszonszerzési célzat is. Hát nyilván itt is van valami a jogtalan szerzési célzat, de nem tényállási jellemként, nem kell külön vizsgálni. Az átverés van, és önmagában az átverés büntetendő. Mi minősül a csal csalásnak például? Hát meg kell mondanom őszintén, hogy hát ha lehet ilyet mondani, az a csalás is, meg az adócsalás is ilyen, hát az a legkedvencebb tényállásom. És miért? Azért, mert a csalás mögött mindig intellektuális elkövetés van. Tehát a csalás a legflexibilisebb tényállás. A csalás tényállása úgy szól, hogy aki jogtalan haszonszerzés véget, mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz. Tehát van egy átverés, a szerzési célzattal, és ebből kár fakad. Most ez az átverés, ez időről időre, helyzetre, helyzetre, kultúrkörről, kultúrkörre változik. És, 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 az emberi lelemény az kifogyhatatlan. Elképesztő. És a legnagyobb csalók a legintelligensebb emberek. És, és, és amit mi látunk most itt az adócsalás körében, az áfa csalás körében, hogy ennek milyen elkövetési módjai, formái vannak, és még most is, amikor minden számlának be kell menni már a naphoz, hogy hogyan próbálják kiátszani ezeket a szabályokat, hát fantasztikus teljesítmények vannak mögötte. Tehát, hogy nagyon flexibilis ez a csalás, meg az adócsalás, minden belefér, ugye most már költségvetési csalás, de ugyanúgy, hogy minden belefér, és a változó elkövetési módok azok hogy hogyan próbálnak igazodni a, a visszaszorító, a a szorítást szolgáló állami eszközrendszerrel szemben. Nagyon, nagyon. Tehát kifejezetten intellektuális élménynek gondolom. Én nekem ez az egyik fő témám az adott hogy Én a doktori dolgozatomat is ebből írtam, a PHD dolgozatomat, és hát azóta is éjjel-nappal foglalkozom községvetési csalásokkal. Éppen most könyvet is írok most megint erről, úgyhogy. És a csalásnak így, hogy tényleg rengeteg formája van, meg én is láttam már elég, elég, érdekes eseményeket, amik már történtek, hogy ezek ellen akkor, mert ugye ezek általában nagyon tényleg okos emberek, hogy ilyenkor, amikor megpróbál felépni az ember, akkor fel lehet -e ezzel ellen önmagába csak ezzel lépni, vagy itt konkrétan tényleg akkor károkozás is hogyan lehet bizonyítani, vagy itt, itt egy ilyen, ilyen esetben ugye hogyan lehet ezzel ellen felépni egy csalás ellen? Az igazi profi csalók azok olyanok, mint a jó játékos. Tehát több lépéssel előre járnak. És ilyen szituációkban ö, azt is látják, hogy, a, hogy az áldozat milyen lépéseket tud tenni, és próbálják ezeket kivéteni. És olyan lépéseket tudják kivédeni az áldozatokat, akik mondjuk hiteleznek, pénzt kölcsönadnak, adnak, belépnek, beszállnak üzletekbe bizonyos nyerességnek a reményében, ö, mint hogyha azok a saját üzletüket játszották volna, és nem az ő üzletét játszották. Tehát ilyenkor játszik az, amit, mit korábban már valamivel összefüggésben említettem, hogy, hogy, valamilyen módon érdekelté kell tenni az ilyen csalókat abban, hogy ők, hogy, ők, hogy ők a fejüket, és, és, és elismerjék, és kárt érítsenek. És erre a, a büntetőjogunk is, és a büntetőeljárási jogunk is ma már nagyon széles eszközrendszert biztosít. Én gondolok például arra, hogy van egy közvetítői eljárás. És ez a közvetítőjárás azt jelenti, hogyha a sértett által elfogadott, elismeri a bűncselekmény elkövetését, és a sértett által elfogadott módon jóvá teszi az által okozott kárt, akkor mentesülhet a felelősség alól, a bűnzői felelősség alól. Tehát ez az egyik szituáció, ez nem minden cselekménynél van, ennek a felső határa az öt évi terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény, ami mondjuk a jelentős kárt okozó csalás, ami 5 milliótól 50 millióig. Tehát ez nem olyan nagy összeg már, az, az 50 millió mi a, megszoktuk, hogy adócsalások milliárdos, csak milliárdos adócsalásokkal, meg sok százmilliósokkal futkárodnak itt körülöttünk, jó? Tehát ez nem, de ez már. És a következő, ami viszont már a, ez anyagi jogi jellegű, büntető jogi rendelkezés. A következő pedig az, hogy az ügyészt feljogosította ez az új büntető eljárási törvény, hogy bűnüldözési érdekből különböző egyességeket köztessen a, a vádlottakkal, és a bűnlő, meg tud egyes, egyességet tud kötni a vádlottal. A, 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 akkor még gyanúsított az eljárásban, ugye, de a bíróság fogja rátenni a pecsétet, onnan már majd vádlott lesz. Jó, meg tud egyezni, és ugye ez azt jelenti, hogy az ösztönzi az egyesség érdekében, hogy elismerje azt, amiben megegyeznek, hogy mit ismer el, és hogy jóvá tegye. Itt is a sérelmet. Ennek nagyon jó gyakorlata van a költségvetési csalásos ügyekben. Tehát ott rendszeresen megfizetik azok, akinek megvan az anyagi tehetsége hozzá, az általuk okozott vagyoni sérelmet, adóhiányt, és hát ez nagyon-nagyon sokat számít a büntetés kiszabása során. Tehát akkor amire egy gazdasági érdekként érdemes foglalkozni, az inkább minden állammal szembeli kötelezettséget teljesíteni kell, mert ott lehet általában a büntető jogi felelősség az embernek. Hát a gyakorlatban igen. gyakorlatban ott állapítható meg. A másik, ami ugye az elmúlt évben előkerült, ugye az a járványi intézkedések, és ugye ott volt is egy olyan rész, hogy aki előkészületet követel, akár egy évig terjedő szabadságveszéssel is büntethető, és mit akar pontosan az, hogy előkészület? egy rossz jogszabályszerkesztés van, egyszerűen. Ennek a bűncselekménynek a neve és a címe az, hogy a járványügyi védekezés akadályozása. És azt követi el, aki ezt a, az elrendelt, stb. nem akarom felolvasni az egészet, elkülönítés megfelelő, stb. végrehajtását akadályoz. Na most az előkészületet azt úgy rendeli a törvény büntetni, hogy ami az alapesetben meghatározott bűncselekmény, például az emberölés, akkor annak az előkészületét büntetni rendeli. Itt nem ez történik, hanem az történik, hogy a negyedik bekezdése úgy szól ennek a törvényi rendelkezésnek, hogy aki járványügyi intézkedés akadályozására irányuló előkészületet követel, bátran kimerem jelenteni, hogy ez egy rossz törvényi szabályozás. Tudnélik, az alapesetben nem a járványügyi intézkedés megszegését penalizálja a törvény, hanem az, hogy a járványügyi intézkedés végrehajtását akadályozza. De meg kell mondanom, hogy ez, tehát ez egy rossz, rossz, rossz ez így önmagában szerintem végrehajthatatlan. Két dologról beszélnék. Az egyik az, hogy mi az előkészület, mi a befejezett műncselekmény egyébként, hogy mikor lehetne megapítani az előkészületet. És a másik az, hogy van nekünk egy olyan tényállásunk, aminek az a, az a címe, hogy a járványügyi szabás szegés. Ezt kerestem itt az előbb, hogyha megtaláltam volna, de, de meg fogom találni, és rájöttem, hogy miért nem találtam meg a, a, az előbb, amit e, kerestem mert száz szakaszsal odébb kerestem. Sajnos ez a büntető törvény már olyan, olyan nagy terjedelmű lett, hogy nagyon nehéz bennük, tehát nagyon sok bűncsek mi van benne, nem baj, ez nekünk nagyon jót tesz, mert ugye van mit oktatni, és hát van miről írni is, úgyhogy ezt tudjuk. Tehát ez a 322 per nagy a szakaszban volt a járványügyi védekezésnek az akadályozása, én a 422-nél kerestem az előbb, és aztán van egy másik, másik bűncselekmény, amit majd kicsit később ez a járványügyi szabályszegés. A járványügyi szabályszegés pedig közvetlenül már itt található majd a közigazgatás rendjét sértő cselekmények között a 361. szakaszban. És ezt is újraírtuk most itt a, a, a járványhelyzetben, és ez úgy szól a 361. szakasznak az alpontja, hogy aki az állati kötelezettség alá tartozó feltőző beszegség behurcolásának, terjedésének megakadályozása véget elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zállat, ellenőrzés szabályait megszegi. Tehát itt vannak azok az intézkedések, amelyeknek az előkészületét büntetendővé lehetett volna nyilvánítani. Jó? Tehát azért mondtam, hogy itt a másik bűncselekménynél, ami a járványügyi védekedés akadályozása, és ahova be van építve az előkészület, ott nem értelmezhető ez, hogy aki intézkedés akadályozására irányul előkészületet követel. Na most egyébként az előkészületről azért valamit, ahogy előbb említettem már. Bűncselekménynek három, négy hát stádiuma van, de ami a külvilágban megjelenik, az három stádium az, hogy milyen befejezett stádium, a kísérlet és az előkészület. A befejezettséget, meg a kísérletet, meg az előkészületet is a különös részben foglalt hoz viszonyítva határozzuk meg. Hogyha már beléptem a tényállásba, de nem valósult meg az egész tényállás, akkor az kísérlet. Ha megvalósult az egész tényállás, az befejezett bűncselekmény. Az előkészületnek az a lényege, hogy a tényálláson kívül marad a cselekmény, és valamilyen módon feltételeit vagy előkészületeit jelenti a tényállásnak a megvalósításának. Az előkészületnek a legfontosabb ö, ö, tartalma a legfontosabb eleme az elkövető célzata. Tehát, hogy ez a bűncselekmény elkövetése céljából történik. Erre szoktam én mondani, iskola példának, hogy én elmegyek a sarki boltba, és veszek egy hatalmas nagy kést. Ennek azért veszek kést, mert nincs otthon egyetlen egy éles kés sem, és a feleségem mindig panaszkodik, hogy hát nem tud jó finom ételt főzni nekem, mert hogy az előkészítésben akadályozva van. És én azért veszek egy nagy kést, hogy örömet szerezzek, és tudjon nekem finom ebédet főzni. És a másik szituáció az, hogy én meg akarom ölni a feleségemet, mert már elegem volt belőle, és leszeretném cserélni. Jó, elnézést kérek. És ezért veszem ezt a nagy kis. jó. Tehát külsőre ugyanaz történik, bemegyek, megszemlélem, megveszem, elviszem. Ez a magatartás. Ez lehet büntetendő emberülésnek az előkészülete, hogyha a bűncsepmény elkövetése céljából teszem azt, biztosítom a feltételeket, a fizikai feltételeket, uh -huh. és lehet a büntetőjog számára közömbös magatartás is. Jó? Tehát így tudnám a, a, meghatározni. Ezért mondtam azt, hogy, ami, hogy itt azért téves ez az, az intézkedés, mert ugye ez a befejezett bűncselekményre kell irányulni az elkötött szézatának, de a befejezett bűncselekmény az nem az intézkedésnek a megszegése, ami a másik bűncselekményben található, hanem a végrehajtás akadályozására. De az előkészítésnél akkor gondolom, hogy tényleg bizonyítani kell, hogy tényleg az volt a szándéka. És gondolom, hogy az, bizonyítani és kell. gondolom, az annyira azért nem egyszerű. E -e e -e -e bizonyítani beszerően. kell. Hát az, akkor elmondom az előkészített fogalmát, és akkor meg fogjuk látni, hogy ez egy egyoldalú cselekmény, de vannak két oldalú, több oldalú előkészületek is, és az ott esetben a másik fél tudja szolgáltatni az adatokat, hogyha meg akarjuk. Tehát, hogyha gondolom, csoportba követi el valaki. Sí. És azt, mondja, a... azt mondja ki a törvényünk, hogy ha a törvény külön elrendeli, tehát amíg a befejezett, meg a kísérlet az általában büntetendő, minden bűncselekménynek, aminek fogalmilag lehet kísérlete, büntetendő a kísérlete, de az előkészület csak akkor, ha ide bele van írva a tényállásba, mint például itt is. És ugye akkor szokták büntetni az előkészületet, hogyha olyan nagy az a védendő érdek, mint az emberölés, a terrorizmus, az államellenesekmények, hogy már az ilyen távoli támadásoktól is védeni kell a társadalmat, a távoli támadásokat is büntetendővé kell nyilvánítani. Não gosto. tehát úgy kezdődik, hogy ha a törvény külön elrendeli, előkészület miatt büntetendő, aki a bűncselekmény elkövetése céljából egy, az elszükséges feltételeket biztosítja, az elkövetésre felhívajálkodik, vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik. Jó? Tehát ez az egy oldalról feltételeket biztosítja a fizikai például a kést vásáron, jó? az összes többi felhívajálkodik, vállalkozik, feltételez egy másik szemének a közreműködését, és a bizonyítás esetén például az megkönnyítheti, hogy van egy másik vallomásunk. Thank Ilyenkor sok gyakran, amikor valakit rá akarnak bírni, hogy héte, öld már meg a haragosomat, akkor az elszokott szaladni a rendőrségre adott esetben, és akkor már tudják felvételek készítésével is rögzíteni. És ha valaki úgy vesz részt előkészítésben, hogy nem is tudja, hogy cselekmény lesz a vége? Hát nem, nem, nem. Ez nem csak szándékos, de célzatos cselekmény. Hát csak... ha valaki nem szándékos, nem, tudatilag nem fogja át, és akkor nem tudatilag, akkor az nem lesz bűncselekmény. Ez a bűnösség, amit mindig annyira hangsúlyozom, a büntetőjogi felelősség. Ugyanígy volt a, a, a COVID törvényben egy rész, ami a, a rémhírteljesztéssel kapcsolatos, és ott például hol van a határ a rémhírteljesztés és a személyes véleményem között, vagy a szólásszabadság között. Rémhírteljesztés tényállását is átírta a törvényhozó mindjárt megkeressük. Addig úgy volt, hogy aki közösség nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt. Ez kiegészítette azzal, hogy aki közösség nagy nyilvánosság előtt a közveszélyről összefüggésben. Ez ugye nem érdemi változás, tehát nem ez a lényegi változás a hanem csak pontosította azt, hogy a rémhiteljesztés eleve csak akkor, hogyha a közveszélyel összefüggésben történik a valótlan vagy a valós tény el, elfedítve történő állítása, ami ugye alkalmas a köznyugalom megzavarására tehát eddig csak a közveszélyhez kapcsolta. Most, amit beépített, tehát ez, ez a, ez a nem, mód, nem érdemi módosítás. Amit beépített, az a második bekezdés, és azt mondja ki, hogy aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlantént, vagy valótlan tényt, úgy mondom, el, elfeledítve állít, vagy híreztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza, vagy megkűsítsa, stb. megkűsítsa, büntetet követel. Ennek a változtatásnak az a lényege, hogy egy állandó szabályt iktatott be a BTK-ba a különleges jogrendnek az idejére. Ugye a különleges jogrendnek a fogalmát azt meghatározza az alaptörvény, és a különleges jogrendnek különböző formái vannak, rendkívüli állapot szükséges, stb. És ebben van a veszélyhelyzet is. Na most ez a szabály, ez minden ilyen szituációra, amikor ezt ugye a parlament minősített többséggel elrendeli ezt a veszélyhelyzetet, akkor attól függetlenül lehet az ország egész területén alkalmazni ezt a jogi szabályozást, hogy azon a konkrét helyzeten éppen ez a bizonyos veszélyhelyzet megállítható-e vagy se. Hogyha az egész ország területére elrendelték ezt a veszélyhelyzetet, akkor ez egy ilyen állandó szabály lett. Nagyon fontos, hogy ez csak erre az, amit betettek a BTK-ba, az kizárólag a különleges jogrend idejére vonatkozó szabály. Tehát ez meg kell mondani, hogy ez nem érdemi, szabály, nem érdemi változás, hanem ez egy hiányosságot pótolt, mert amikor megalkották, nem gondolták, hogy ilyen különleges jogrendet kellene Magyarországon életbe léptetni. De akkor mi terjesztés, mert eddig is volt a, -ben. Eddig is benn volt, és azonos tartalommal volt, és azonos. Tehát, hogyha megszűnik ez a különleges jogrend, egyszer reméljük majd ugye megszűnik, akkor, akkor alkalmazhatóvá csak az első bekezdés. És az első bekezdésnek az a lényege, hogy a közveszély színhelyén, ugye ez nem csak hely, elkövetési hely, hanem elkövetési idő, akkor, amikor a közveszély fennáll, ugye, és a közveszéllyel összefüggésben követhető el. Jó, tehát extrém körülmények között követhető csak el a rémvételjesztés. egyébként a vélemény szabad. Ugyanide szerintem, hogy ez a témakörhöz tartozik, talán az internetes zaklatásnál mi minősül, ugye, annak, hogy én csak üzletet küldök, és mi minősül már konkrétan a zaklatásnak? Ez az aklatás egy korszerű új tényállás. Itt megkeressük majd ennek is a, a, a büntető törvény fogalmát, és ennek az a lényege tulajdonképpen, hogy a, a, az alkotmánybíróságnak vannak döntései, amelyek az emberi méltósághoz való jog, mint anyajognak az egyes elemeit próbálják kimondani. Ez egy rendkívüli azt is mondhatnám, hogy eredménye, hát ez nem a legjobb szó erre az alaptörvénynek, hogy ki mondta azt, hogy az emberi méltósághoz való jog sérthetetlen. Ezt másra nem mondja ki, ezt az emberi életre nem mondja ki az alaptörvény, de a, az emberi méltósághoz való jog is. Ennek... Mi minősül a, emberi méltóságnak? Hát ennek az emberi méltóságnak ugye számtalan egyéb alap, alapjog is tartozik. Ez az önrendelkezés szabadságahoz való jog, az általános cselekvési szabadság, a magánszférához való jog, az önmegvalósítás joga, a személy szabad kibontakoztatásának a joga. Számtalan jog az, ami, ami ugye ebbe és hát gyakorlatilag ez a, a, a zaklatásnak a tényállása is a, 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 a személynek a, a magánszférához való jogát védi. Most megtaláltam itt közben a zaklatásnak a tényállását, ez a 222. szakaszban található, és azt mondják, hogy aki abból a célból, tehát célzatos, hogy más megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, mindennapi életébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen, vagy azosan háborgatja. Hát ez a, ez, a, ez, az a, a kéretlensége. Jó, a kéretlensége. A rendszeresség az az ismétlődés, a tartóság az időbeni elhúzódás jelenti. Nem kell itt arról azt tudnia, nem kell elolvasni, például e-maileket küld. Nem kell bizonyítani azt, hogy el is olvasta az e-maileket, jó. Látja azt, hogy itt a telefonom, hogy ilyen folyamatosan jön az értesítés, hogy már megint tőle jött. Jó, hát ez is önmagában olyan zaklatásnak minősül, ami a magánszférában való meg nem engedett és bűncselekményt megvalósító beavatkozás lehet. Tehát, hogyha gondolom, viszonylag rövid időn keresztül elküldök három üzenetet, az még nem... Hát a három üzenet, az nem. De itt nem háromot szoktak, hanem három százat, meg, meg még többet. Jó. Szóval ez, 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 ez bekattannak, ezt kell mondanom. Elnézést szintén itt a szlenges fogalmazásért jó, és hát elviselhetetlen. És ennek mi a büntetése? Hát ennek a büntetése, uh, mindjárt meg is nézem... Azt mondja ki, hogy egy évi terülő szabadságvesztése büntetendő a, ebben, a, ebben az esetben, amit mi most tárgyalunk. Az aklatásnak van súlyosabban minősülő és kettő évi szabadságvesztése büntetendő esete is, de ez az egyéb eset. Szerintem nagyon ide kapcsolódik a rágalmazás is, mert az is emberi méltósággal összefügg, hogy mikor, mi, mikor, mi minősül rágalmazásnak. Hát úgy szól a törvény, a, a büntető törvénykönyv, hogy aki valakiről Más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híreztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ. Ugye a van a rágalmazás, ami becsületvédelmi tényállás, és annak egy kiegészítő tényállása a becsületsértés. A kettő egymásra épül, egymás kiegészíti. Mindig először azt szoktuk vizsgálni, hogy mi az a védendő érdek, érték, aminek a védelmét szolgálja ez a tényállás, például a rágalmazás. És azt mondjuk mondani, hogy a becsületet védi, de a becsületnek két komponense van. Van a társadalmi megbecsülés és az emberi méltóság. És a társadalmi megbecsülés az egyénről a környezete a társadalom által alkotott értékítélet. Tehát az a környezet véleménye az emberi méltóság, az pedig az egyénnek az elidegeníthetetlen joga, amint idéztem előbb az alaptörvényből, ahhoz, hogy a társadalom azonos rangú, rendű rangú polgárának ismerték el. Tehát, hogy azt a minimumot, ami egy embert megillet, azt minden ember megkapja, a bűnöző is megkapja. Tehát, aki bent van a börtönben, annak a társadalmi megbecsülése, bocsánat, a békafenekéné van, tehát ugye, mert a társadalom börtönbe dugta, de az emberi méltósága év, mint bárki más emberi. És a rágalmazás inkább a társadalmi megbecsülést védi. Mert a rágalmazásnál mindig van kívülálló személy. Az mindig csak más előtt követhető el. A becsületsértés, az pedig négy szemköz is elkövethető. Az, 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 az is büntetendő, igen, hogyha ilyen valótlan tényt állít, ami a rágamozás elkövetési magatartása, hogy valótlan tényt állít, hírezte, tényleg közvetlen utaló kifejezés használ, hogyha ez nem más előtt történik, hanem négy szem közt, akkor ez becsületsértésnek minősül. És jól olvastam, hogy elvileg még azt se feltétel teljesen, hogy valótlan tény, jövetsz, csak tényállítás legyen? Igen, nem a valótlan tény a lényeg. Lehet valós tényel is megvalósulhat, hiszen az a lényege, hogy, hogy a becsülés csorbítására alkalmas legyen. Tehát én például börtönben voltam, loptam korábban, és utána, és utána ezt a fejemhez vágják még tíz év múlva, hogy ez börtöntöltelék volt. Nem. Nem lehet ez már. Olvastam például, hogyha valaki, nem tudom, megveri a feleségét, bemegy a kocsmába, és azt mondják neki, hogy ja, itt jön az asszonyverő, akkor elvileg azzal már rágalmazást követett el az illető, akkor is, hogyha tényleg mondjuk megverte a feleségét. Igen, hát ezt nem lehet csak úgy az orral dörgölni. És ez akkor... Így, ez, így, ez, ez lehet becsület sértés. Igen, igen, igen. Igen. és uh, akkor én, hogyha velem valaki elkövet egy bűncselekményt, kinek mondhatom el, anélkül, hogy én rágalmazást követnék el? Hogyha velem elkövet, tehát, hogy hogyha mi ketten követünk el. Nem, hogy velem valaki, valaki ja, hogy mi engem valaki én. meglop, igen, igen, akkor én igen. nem mondhatom egy nagy közösséget a szemébe, mert akkor én már az a rágalmaztam őt. Igen, akkor igen. kinek mondhatom el, anélkül, igen. hogy engem valaki. Hát egymás között elmondhatja az. Az nem a becsületes Az nem, az nem lesz becsületes mert ott a nél, a becsülető és a megsértettel egymással szemben ember a jó? Tehát, hogyha én valakivel csak uh, személyesen beszélgetek négy szem között, akkor az nem rágalmazás. A nem, az rák semmiképpen nem valósul meg. Ha attól függ, hogy ja, másról beszélek, Igen. idegen szeméről. Tehát, hogyha mondjuk van egy nő, igazából őt mondjuk tétszik megerőszakolják, akkor kinek mondhatja el, anélkül, hogy ebből ő rágalmazási perbe részesülne? Mert hogyha erről tud az illető, és még tényleg el is követte, akkor elbeleg beperelhet irágalmazásért. Beperelhet, persze. És akkor kinek mondhatja el a rendőrnek, vagy elmondhatja a jogászának, a Hát kinek, a, a hivatal jogok gyakorlása, meg a, meg a felelősségre vonás, meg a jogérvényesítés, jó? Tehát ez, ez, semmi, ez mindenképpen nélkülözi a jogellenességet. Ez egy nagyon érdekes téma megint. Most éppen ebben írnak hozzám egy doktori dolgozatot, egy PHD dolgozatot, és ez egy átalakuló dolog. Ez régebben úgy mondtuk, hogy ez a hivatásbeli jogok gyakorlása, tehát ezekhez a jogérvényesítéshez kapcsolódó kérdéskörök, és ez kizárta a cselekménynek a jogellenességét, és ezért nem bűncselekmény. Ma viszont már azt mondjuk, hogy van a jogszabálynak az engedélye, ami megengedhetővé teszi, hogy én feljelentést tegyek, jogot érvényesítsek, és ma már nem az ítélkezési it gyakorlat zárja ki ennek a jogellenességét, hanem maga a büntető törvényköbe foglalt akadály, büntethetőségi akadály zárja ki az ilyen cselekmény büntethetőségét. És ha valakivel ilyen történik, elmondhatja például a szüleinek, vagy az már igazából egy harmadik személy? De el, is kell mondani. El is kell de mondani. az akkor nem rágalmazás, el, nem lesz rágalmazás, nem lesz rágalmazás. Bár jogilag nem ott... avatkozik bele, igen. igen. Tehát jog, jogilag az, de elvileg nem fog bele ez, ez nem, jogellen, nem lesz, igen, igen nem lesz jogellenes. A másik kérdés az meg az, hogyha én bár rágalmazás a célom, de szarkasztikusan teszem, akkor ott büntethető -e? Hát, úgy mondom, hogy hát a, a, ő még, ő még sose vert nőt. Ő, ő a legpéldamutatóbb ember a faluban. Igen, hát ez, ez a... a én, én, valójában, amit mondok, az egy szép dolog. Igen. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha megállapíthat az, hogy tényleg közvetlenül az alaki fejezés. Tehát, hogy ebből azzal utalok, hogy ő tényleg veri az, az, embereket, jó? Tehát ebből az egyikből, az általán állítottból lehet következhetni arra, hogy ő verő mert ezért mondom, és tudják, és ezt mondják, jó, akkor ez megfelel a tényállási jellemnek, hogy tényleg közvetlen utaló kifejezés használata. De ha a jogi leíratban igazából én csak szépeket állítottam, akkor ettől függetlenül még azt lehet mondani, hogy én rágalmaztam? Hát vagy értjük egymást, vagy nem értjük egymást. Hogyha a, abban a körben ez, ennek a szarkasztikus megjegyzésnek a tartalma világos, és egyértelműen az mindenki arra következtet belőle, hogy hát én azért mondom, mert ő az asszonyverő, akkor, akkor, akkor lehet, hogy mondtam, de tényállás tényállásszerű lesz büntetendő lehet. Tehát az a lényeg, hogy akkor másról rosszat nem igazán érdemes állítani, mert az autó. Hát is általában nem is kell, és nem is érdemes állítani. De akkor is, hogyha vele mondjuk valami gazdolgot dolgot tett, akkor se igazából akkor maximum joghoz lehet fordulni, de más nem. Hát az ügyvédhez kell fordulni, meg a jogérvényesítés, stb. Meg otthon az a páromnak legfeljebb. Bennem, ami még felmerült, hogyha ezzel kapcsolatban hogy beszéltünk például a zsarolásról, hogy a zsarolás az mikor valósul meg? A zsarolás ugye egy erőszakos jellegű bűncselekmény. Az a lényege, hogy nem csak a vagyoni jogokat sérti, hanem a cselekvési szabadságot is sérti. Úgy szól a zsarolásnak a tényállása, hogy aki jogtalan haszonszerzés véget, utána ez a célzat, utána jön a maga a cselekmény, hogy más erőszakkal fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön. És van egy másodlagos eredmény is, hogy is ezzel vagyoni hátrányt okoz. Hát kettős eredménye van, bármilyen erőszakkal, fenyegetéssel megvalósulhat, tehát van súlyosabb meg enyhébb fenyegetés. A büntető jóban ezt most nem elemezném részletesen. És régen ennek az lesz az eredménye, hogy ahogy az, akitvel szemben a kényszert alkalmazzuk, az a kényszer hatására valamilyen vagyoni hatású intézkedést tesz, például fizet nekem védelmi pénzt, stb. Jó, fizet, és ebből fakad aztán a vagyoni hátrány. A vagyoni hátrány az a tényleges kárt is jelenti, meg az elmaradt vagyoni előnyt, a bevételt, a hasznot is, elmaradt hasznot is jelenti. Tehát ez egy ilyen vagyon elleni bűncselekmény ami egyúttal erőszakkal kényszerítéssel De akkor, hogyha meg. egy tárgyalásban én azt mondom valakinek, hogy te ezt teszed, akkor én ezt fogom tenni. Ha te azt teszed, akkor ez minősülhet zsarolásnak? Vagy ez? ez, nem lesz zsarolás, ez nem vagy így, Tehát ez, De is az De az, hogyha ha ő legyenek. ezt a szerződést mondjuk aláírja, akkor egy, lesz egy másik szerződés. Tehát ilyenek, akkor ez... ez hát ez önmagában nem, mert hát ez egy alkupozíció. Tehát ez egészen addig Hát alkupozíció. ez persze, persze. A fenyegetés, amivel megvalósulhat, ugye erőszakról itt nincs szó egy tárgyalásnál, a fenyegetést úgy mondjak, úgy határozza meg a büntetőtörvénykönyv, hogy az súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetetben komoly félelmet keltsen. Ez azért elég távfogalom, mert ő mondhatja, hogy benne ez nagyon nagy Na te, de, a jogszerű a tárgyalásnál, hogy nekem alkupozíció van, és kialakítjuk a tárgyalási pozíciót, az abszolút nem jogszerűtlen. Ebben nincs semmi. A utolsó ilyen kérdéskör az meg az, hogy beszéltük még az elején, hogy az oktatásban ennek nagyon nagy szerepe lenne, hogy a jogot is egy kicsit ugye népszerűsítsük, mert a jog az mindenkire vonatkozik, kötelező érvényű, de viszont viszonylag kevesen tudnak szerintem erről, ugye ezért is próbáljuk ezt a podcastet készíteni, hogy ezzel kapcsolatban van-e bármi gondolatot, hogy hogyan lehetne ezt, ezt, még jobban népszerűsíteni? Hát azt gondolom, hogy ennek ki kellene dolgozni a módszertanát, és a teljes közoktatásban meg kellene kapni a megfelelő súlyát. A közoktatást értem az általános iskola első osztályától a 12. osztályig. nyilvánvalóan, hogy kell egy bizonyos érettség, amikor egyáltalán ilyen kérdésekkel lehetne foglalkozni, és ezek valamilyen uh, polgári ismeretek címén, vagy, vagy jogi ismeretek címén, vagy uh, uh, mint ahogyan már találkozunk azzal, nagyon helyesen, hogy bizonyos pénzügyi ismeretekre, alapismeretekre uh, oktatják a, a diákokat, ami szintén nélkülözhetetlen, és hát ugye megkapják a megfelelő informatikai képzést is, a diákok ugyanúgy meg kellene kapni, mert az életben való tájékoztatáshoz nélkül, tájékozódáshoz nélkülözhetetlen az alapvető jogi ismereteket is. Az utolsó kérdés meg azon, hogy esetleg valamilyen platformon tudnak-e követni téged, vagy esetleg érdemese téged követni a hallgatók számára, hogyha ezzel kapcsolatban érdeklődnek, vagy valamilyen könyvet, mert ugye mesélheted, hogy meg fog jelenni? A, a publikációimban jelenek meg, a különös rész könyvünk az megint meg fog jelenni össze, vannak egyéb kisebb területemű publikációk is, meg saját könyvet is tervezek megjelentetni, a költségvetési csalás köréből is, de egyébként ezeken a közösségi felületeken nem vagyok jelen. Én szakembernek gondolom magamat is, Aha. és a szakmában szeretek megnyilvánulni. Dr. Molnár Gábor Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadott a meghívásunkat, és ma itt voltál. A hallgatóinknak meg, hogyha tetszett az a mai adás, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek minket Spotify-on, vagy Apple és Google podcasten és Facebookon és Instagramon. A következő adásig a viszont hallásra és átlásra. Köszönöm szépen!